Jó estét! Jó estét! Na, hát akkor részint folytatjuk, részint kicsit elaboráljuk a múltkori témákat. A gyermekkorba rekedt társadalom, a gyermekkorba tartott társadalom. Én mielőtt még elkezdenénk, én egy kis meditációs gyakorlatra hívok mindenkit. Meditáljunk el a következő mondat fölött. Magyarország az a hely, ahol egy zsidó terjesztette elő és fogadtatta el a zsidó törvényt. Imrédi Béla, aki abba bukott bele, hogy zsidó. Csak negyed. Csak negyed. Ne nekem magyarázd, Imrédi Bélának magyarázd, hogy csak negyed. A zsidó törvények szellemében hát zsidó. Ennek megfelelően le kellett mondania, így bukott meg Imrédi Béla. Belebukott abba, hogy zsidó volt. Nem a zsidó törvénybe, hanem a zsidó származásba. Nem találtunk. Tehát tudod, és itt kapcsolódni tudunk a legutóbb felolvasott Hamvas Bélához. Nem találtunk itt egy rendes, tisztavérű árja miniszterelnököt a zsidó törvényhez? Túl teljesített. Tudod, van kompenzációs kényszer. Hát, ja, így akart lemaradni a transportról. Jó, hát ez most így értetted? Figyelj, most miért kezdjük ezt az Imrédis cuccot? De nem groteszk? Nem ez a Közép-Európának a keleti része, Kelet-Európának ez a nyugati része. Jó, de ez, amiről beszéltünk, hogy Franz igen. Kafka, Örkény, Rozsek, ez nem illik bele a sormintába ez a tény. Jó, amit tudod, most... hogy a zsidó nem feltétlen származás. Hát a zsidó törvény alapján az. Ott igen. Érdekes. Ott igen. Tehát értelmezhetjük más, hogy már csak mondom, Imrédi Bélát kell meggyőzni. Tudod, ez a klasszik mondás, amit Göringnek tulajdonítanak, bár egyes történészek szerint ezt már Bécs polgármestere mondta a monarchia alatt, aki kurva nagy antiszemita volt, azt, hogy Judapest, azt is ő találta ki, nem jut eszembe, kár valaki, hogy én mondom meg, hogy ki a zsidó és ki nem az. Tudod. És ez eluralkodott, ez most már teljesen eluralkodott. Ez azt jelenti, hogy vannak a mi zsidóink, a jó zsidók, és vannak az ő zsidóik. A zsidóság is szétvált a hagyományőrző, tradicionális zsidóra, amelyiknek sok gyereke van, arra a zsidóra, amelyik akár liberális, akár nagyon polgárosult, akár nagyon emancipált, de tudja, hogy mit vár el tőle a rendszer, tudod? És arra a zsidóra, amelyik meg tényleg a globális, sorosista, tehát igazából Goldstein. Tehát ami a nagy testvérnek a Goldstein, ami Sztálinnak a... Az a Soros, igen. Ami Sztálinnak a Trocki, az Orbán Viktornak a Soros. Ez archetipikus, ez a nemzet, ez a háttérből, valahonnan, emigrációból, valahonnan távolról. A bolygó zsidó, így középkori van, legendája. A nemzetközi tudod? Zsidó. Nemzetközi, a hazátlan, gyökértelen zsidó. De bolygó, mert országról országra jár. Így van. Ta, így van. Lásd Trockit. Igen. Na, igen. Igen. Arany János írta, szegény zsidó, szegény szívem. Ja, igen. Arany János még de ennek a... ez metafora. És igen, de a zsidó, igen, de itt a zsidó az azt jelenti, hogy nem tudja keret ereszteni, hanem tovább fújja a szél, kvázi. Igen, értem. Szóval ezt arra mondtad, hogy a múltkor beszéltünk, hogy Kelet-Közép-Európa. És hogy ez az nagyon sajátos. Nagyon sajátos. Igen. Ez nem, tudod, ez ilyesmi nem tud a centrumban megtörténni. Nem. Te ismered Ladislav Fuchsot? Cseh író. Ő írta a Hullaégetőt. Aha. A Hullaégető az egy, az egyik legnyomasztóbb író, akivel életemben találkoztam. A Hullaégető az még az a leghíresebb, abból a csehek filmet is csináltak, és ez egy krematóriumi dolgozóról szól, aki fokozatosan hát náci lesz. Nem lesz ő igazán náci, csak a hat rá a külvilág, és aztán az ő zsidó családját is megöli. Tehát a feleségét, a fiát, a lányát, és a végén azt képzeli, hogy ő lesz az új Dalai Lámának az inkarnációja.
így megőrül, és akkor az a regénynek a vége, hogy jön hozzá egy tibeti szerzetes, de nem derül ki, hogy valódi vagy a képzelete szülötte, hogy a csillagok végre együtt álltak, és Isten hozta önt a Rinpoche a trónon, tudod? Állati nyomasztó. Állati nyomasztó mindenkinek. Ha nagyon nyomasztót akar, akkor a közt a Fuchsot ajánlom. Ez csak így, hogy majd Kafkánál, de Kafka valahol vicces, ő maga röhögött a... Ez is mennyire sajátos, tudod? Örkény. Tudod, tehát röhögsz, de közben geci nyomasztó. Azért előfordul, tehát ez a szorongás mértékétől függ. Ha valaki eléggé neurotikus, az nagyjából ezeken tud röhögni. Akkor én neurotikus vagyok. Hát szerintem eléggé az vagy, igen. Nem, annak idején, amikor a Kafkától az átváltozásokat olvastam, nekem állat, hogy mondjam, tehát egyszerre volt nyomasztó és nagyon vicces. Tehát már rég undorító féreg ott a szobába, és még mindig azon agyal, hogy a munkahelyét hogy tarthatja meg. Tehát, hogy majd mit mond a főnöknek, miért késett el, miközben ott meglátja a főnök, és ilyen vicsorogva, elborzadva kihátrál, ő megmondja a monológot, hogy hát az üzletvezető úrnak ilyen hosszan, hogy majd helyrehozzuk a problémát, de csak ilyen cirregő, vinnyogó hangokat hallani kifele. Na, és ezen én baromira röhögtem, és akkor az első feleségem mondta, hogy te nem vagy normális. És ilyen barátom, hogy lehet ezen röhögni? Hát ez borzalmas. És hallottam aztán egy irodalomtörténészt a rádióba Kafkáról, és kiderült, hogy amikor Kafka a haverjainak fölolvasta ezeket a novelláit, ő maga hangosan röhögött rajtuk. És akkor mondtam, hogy én megértettem Kafkát. Vágod? Na, érdekes, hogy a mágikus realizmus az nem tud, valahogy nem kedvez neki a centrumnak a klímája. Hanem a centrumtól vett távolság segíti elő. Tehát valahogy, Dél-Amerika. Valahogy, igen, Dél-Amerika, vagy Kelet-Európa. El kell lépni. Vagy szegény Rushdie, akit most nyakon szúrtak. Igen. Vagy Bulgakov akár. Tudod, el kell távolodni a centrumtól, ahol kifornak a dolgok, kifornak az eszmék a centrumban. És valótlan, elkezd elvalótlanodni a realitás, elvész. Minden harmadik pixel elvész. Viszont ott jön be a szellem. Így van. A realitás helyett, tehát aki Borgest ismeri, Márquezt ismeri. A kollektív tudattalamból fölemelkedik a helyére. Eliade. Kitölti az űrt, kitölti a réseket. Jaja, Mircea Eliade novellái. Egyébként Mircea Eliade, gondolom ezt a nevet azért itt páran ismerik, a 20. század egyik legnagyobb vallástörténészéről beszélünk, aki mellette szép író is volt. Nekem egyébként jobban tetszenek a novellái, mint a vallástörténeti munkája. A vallástörténeti munkája is állati jók, csak egy bizony, hát mivel mégiscsak tudományról van szó, tehát ott azért sok megállapítás a kutatások révén elhaladt fölöttük az idő, de egyébként az alapvető megállapításai szerintem baromi jók, és az jutott eszembe, hogy román. Tehát román, Mircea Eliade. Csorán, Emil Csorán. Ezek fasiszták voltak egyébként. Ionescu. Egyrészt a drámaíró, másrészt a filozófus. De modernek. De várjál, hiszen... mit akarok ezzel mondani? Tehát én sokat gondolkodtam, hogy ilyen szellemi nagyságokat kitermel a román szélsőjobb, az meg. A román szélsőjobb. És a magyar szélsőjobb az semmit. Igen. Ez egyébként nagyon fura, gondolkoztam, hogy miért. Fogalmam nincs. Egy válaszom van, hogy a 19. században a reform értelmiség az liberális volt, és valahogy így ez a liberalizmus, liberális konzervativizmus, baloldaliság, ez vitte a Prémet, gondoljunk Nyugatra, József Attila, bárkire, Móriczra. Tehát, hogy valahogy itt az a fajta jobboldaliság, ami megjelenik a Balkánon, az itt nem jelent meg. De ugyanakkor meg Bakker, tehát a 20. században az értelmiség javarésze az teljesen oda volt az új nagy világ megváltó eszmékért. És a nagy részük kommunista lett, egy kisebb, de igen tekintélyes részük fasiszta meg náci, kurva nagy nevek, Heidegger,
Knut Hamsun, Szélin, Ezra Pont, tehát lehet Marinetti, tehát lehet itt sorolni, és nagyon, nagyon kevés volt a liberális meg a konzervatív zseni a 20. században. Nem is tudom, most Chestertonon kívül nem is jut más eszembe. Volt egy-kettő, de... Na várjál, és Magyarországon nem. Tehát valami miatt Magyarországon nem. A kommunizmus kicsit igen, kicsit, icipicit, tehát itt valahogy a polgári társadalom mégis. Egy ilyen helyen, mint Magyarország, volt egy nagyon erős polgári társadalom. Ezért groteszk egyébként a mi kelet-fele fordulásunk. Ezért is. Ami szemet szúrt nekem, hogy az ellenzéknek is rossz a definíciója arról a rendszerről, meg a Fideszről, meg a Fidesz öndefiníciója is rossz. Tehát mindkettő hamis. A Fidesz úgy definiálja önmagát, leginkább úgy szereti definiálni önmagát, hogy konzervatív. Konzervatív. Ma ez a konzervativizmus. Még polgárit is használ. Ilyen módon konzervatív. Még a polgárit sem vezették ki teljesen, de így szeretnek hivatkozni magukra mostanában leginkább, hogy ők konzervatívok. Az ellenzékük meg úgy hivatkozik rájuk egyre inkább, mint fasisztákra. Ami tulajdonképpen a konzervativizmusnak meg a nacionalizmusnak a szélsősége. Ezért nagyon nehezen szétválasztható, hogy melyiknek. A konzervativizmus reakciósságá válik benne, a nacionalizmus meg sovinizmussá. Plusz van a fasizmusnak egy kriptobaloldalisága is, ezt ne felejtsd el. Ez a Fideszből teljesen igen, hiányzik. Ezért van vörös alapon a fehér körben a fekete urok kereszt. Hát ha most többek itt... Ott is egy vörös zászló az alap, azt tudod, és nemzeti szocialista német munkáspártról beszélünk. Most a interneten megy ilyen mémként, le is mentettem, mert nagyon vicces, egy nagy vörös zászló, a középen egy fehér kör, mint a harmadik birodalom, és egy sarló és kalapács benne. Igen. A horog kereszt mellett. Hát a vörös fasizmus. De állítólag létezik, tehát állítólag ez a nemzeti bolsevista pártnak Oroszországban jelképe. Na, de visszatérve... Tehát, feloldják a sztálingrádi dilemmát. Na ja. De azt mi is. Bakker. Szóval, igen, de van különbség a között, hogy egyenlő messze vagy mindkettőtől, vagy egyenlő közel. Ja. Igen. 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 Szóval, hogy mindkét definíció hibás. Mert mindkét definíció azt feltételezi, hogy a Fidesz modern. Hiszen a konzervativizmus is modern, ahogy a nők definiálják önmagukat. Ez egy modern eszme. És a fasizmus is modern. Abszolút. Ők pedig nem modernek. Pont ez a lényegük. Premodernek. Tehát felvilágosodás előttiek. Polgári társadalom előttiek. Nem konzervatívak, hiszen a 16. Lajos az nem konzervatív. De nem is fasiszta, hanem ő a szabadság, egyenlőség, testvériség előtti. Igen. És aki a konzervatív, az már a Lafayette. Lafayette, aki alkotmányos monarchiát akar, valami olyasmi berendezkedés, mint Angliában van. Lafayette, ő már modern. Ő már modern. És aztán jön Brissot, aki a liberális, akkor liberálisa. És jön ugye Robespierre, meg Danton, meg Marat, akik ugye a hegypártiak, a jakobinusok, ők a kornak a szocialistái. Így van. És a veszettek meg a kor kommunistái. Igen, azok meg már a kornak, vagy az anarchistái. A Fidesz-szel kapcsolatban ezért hibásak ezek a definíciók. Az ellenzéké is, meg a Fideszé is. Mert valójában... modernnek hamisítják azt, ami nem modern, épp ellenkezőleg. Ők valójában reakciósok, de nem a kommunista forradalommal szemben reakciósok, hanem a francia polgári forradalommal szemben reakciósok. Valójában ők szeretik magukat ultrakonzervatívoknak hívni, de megint hamisítás, mert nem konzervatívok, hanem ők ugye feudálisak. Ők a pontosabb, ha azt mondjuk rájuk, hogy legitimisták. Evola konzervatív? Evola előlegzi a fasizmust. Hát félig meddig az is, de arisztokratikus. Tehát ő a fasizmust támadta, mint kriptobaloldali eszmét. De igen, mert a fasizmus alapvetően a kispolgárságból, meg a munkásosztályból merít. Igen. És ez volt az Evolának a problémája vele. Igen. Na.
Mi a tanulság? Hát az a tanulság, hogy ezek a definíciók nem alkalmazhatóak. Az a tanulság, hogy aki konzervatív, az is szemben áll ezzel a rendszerrel, hiszen a konzervatív az egy polgári társadalomban egy tradícióhoz általában mitől konzervatív? Attól, hogy pragmatikus. Attól, hogy a pragmához kötődik, és nem a dogmához. Igen. Ezt teszi konzervatívvá. Na most a helyzet, hogy ez a rendszer, Orbán Viktor meg lehet, hogy pragmatikus a döntéseiben. De hogy az identitás, amit diktál, de hogy a politika, amit diktál, de hogy a közbeszéd, amit diktál, a társadalmi, hogy mondjam, társadalmi viszonyok, amelyeket teremt, az nem az. A szemmel látható, hogy ebben semmi konzervatív, semmi pragmatikus nincsen. Ez nem pragmatikus, hanem ez éppen, hogy polgárháborús. Ő mindig élezi a kést, sosem tompítja. Feni a kést. És a helyzet az, hogy előbb vagy utóbb annak, hogy az az él, az meg fog vágni valakit. Így vagy úgy. Mert a weimarizációnak, mint folyamatnak nem lehet más vége. Nem lehet más vége. És tehát most... az csak az önkényuralom oldja meg, vagy oldja fel, és abból végül ennek bele kell torkolnia valamilyen formában. Eljön a termidora ennek a rendszernek is egy bizonyos ponton, és ott végül erőszakba kell, hogy torkoljon. Már a talkshow-nk elején a remízbe jutottunk. Tehát ugye ejakuláció prékox. Mindig ez szokott lenni neked a izéd. Érted? A végkonklúzió meg a veszőparipád. De várjál, most tulajdonképpen ezt csak úgy el akartad mondani, vagy valamit föl akarsz vezetni ezáltal? Ezt csak úgy el akartam mondani. Ja, értem. Értem, Robi, értem. Ugye azt a címet adtuk a mai estének, hogy te adtad egyébként ezt az egyik címet, hogy a gyermekkorba maradt társadalom, vagy valami hasonló. Igen, igen. Na most, és akkor mondod nekem, hogy tudod a Skála Kópé, de meg is szakadt a telefonbeszélgetés. Skála Kópé, egyeket azt se tudják szerintem már, hogy az micsoda. Emelje fel a kezét, aki tudja, hogy ki a Skála Kópé. Na, azért itt még vannak olyan... Milyen művel? Emelje fel a kezét, aki először hall a Skála Kópéról. Azt a kurva! Hát ez Szomi, akkor el kell most olyan volt egy kicsit, mintha így a halálnak a szemében nézte volna. Érted, így szinte éreztem önmagam elbomlását. Én a múlandóságot mondanám. Azaz. Kurva nyomasztó. Ja. A Skála Kópé azt énekelte, hogy bemegyek, kijövök, de milyen jól kijövök, ha bemegyek. Meg volt ez a minden kedden... Megjön a kedve, ha vár a kedre, mert minden kedden más és más kedvezménnyel kedveskedik. Kedveskedik minden Skála áruház. Na, ez... régi szocialista, nagyon jó. Ja, amikor a közép-európai irodalomról, meg a filozófusokról beszélgetünk, akkor lófaszt van taps. Na ez. A hülyeség. Nem ilyenkor kell tapsolni, amikor azt mondjuk, hogy nem tapsoltok olyankor, hanem amikor majd az irodalomról beszélünk. Várj, ezt állítólag a Friderikus úgy oldotta meg, de úgy tudom, hogy ez egy szabvány, hogy egy piros gombot benyomott, és akkor kivillant a lámpa, és akkor tapsolt a közönség. Mm. Na, igen. Erre mondta azt a Woody Allen az Annie Hallban, hogy hát, mert rosszak a vicceid, bazd meg. És erre mondta haveri, hogy hát erre való ez a világbajnok gép. Ez az. Kurva jó. Na, és akkor te a Skála Kópéban látsz valami mélyebb, archetipikus... Hát abszolút. Hát ízlelgessük ezeket a szlogeneket, amiket elmondtam. Ezek megjön a kedve, ha vár a kedre, kettől keddig mindig más kedvezménnyel kedveskedik minden Skála áruház. Egy rajzfilm figura énekeli neked ezt. Érted? Ki beszél így kivel? Ki beszél így felnőtt emberrel? Senki! Hát így a gyerekekkel beszélnek. Valaki itt megnyitott egy másik show-t. Ne?
Talán a Skála kupé elrejtőzött a közönség soraiban. Itt van a Skála kupé. Na. Ez a kádári boldog ez a Kádár János bácsi viszonyulása a társadalomhoz. Ez a Skála kupé, ez nem önmaga, ez szimbolizál valamit, ez kifejez valamit. Ez a kor tükre. Az, hogy Skála kupé, az azt jelenti, hogy a magyarokkal úgy beszélünk, minthogyha a matinésávban a gyerekekkel beszélnénk, de tudod, a hajt aludni a papát meg a mamát rovatban. Tehát a délelőtt szombaton, reggel 9-től délelőtt 11-ig. A hagyd aludni a mamát és a papát, és így elmondjuk neked a világot gyerekmódra. Egyébként annak a sávnak külön reklám mezőnye van. Tehát vannak reklámozók, akik csak abban a sávban hirdetnek, csak játékokat, és ott a nyaggatás faktor. Van egy ilyen a marketingben, a nyaggatás faktor. Amikor kiváltod a gyerekekből, abban a sávban, amikor a szülők alszanak, azt a viselkedést, amire szükség lesz a plázában, amikor a földhöz kell vernie magát, és nem is lehet a gyerekkel bírni, amíg nem veszed meg azt a szart. És ebben az a cég, amelyik reklámozza ezt, ebben a sávban a szövetségese a gyereknek a szülő ellen. Te figyelj! Kiképezi a gyereket, hogy kell nyaggatni, úgy, hogy meg is vegye a szülő azt, ami neki kell. Frankón, nyaggatás faktor. És az van, hogy hát ennek a reklámkampánynak a nyaggatás faktora 82%-os. Ez kurva jó eredmény. Ezt kéne jövőre egy kicsit javítani. Figyelj, amikor én megláttam egy Tibi Csoki reklámot, akkor kurvára megkívántam a Tibi Csokit, pedig nem is szeretem a Tibi Csokit. Múltkor valami finom hamburger, és baznak, de ennék jó kis hamburgert. Pálinka reklám, nagyon ritkán iszom, hát itt. Ez unikum. Ez milyen, hogy itt van mellette a pálinka, és azt mondja, hogy nagyon ritkán iszom. Egyébként igen. De már nem bírta kimondani. Mert csak itt szoktam. Egyébként ez unikum, amit nem szeretek. De hát bűhödni kell azért mert alkoholista vagy. Én a magyar pálinkákat szeretném, de az egy húzós cucc. És az unikum meg a gyomornak jó. Egyébként nem szeretem az ízét. Na, de legalább de jó a gyomrodnak. Így van. Az a fontos, apuka, a gyomor. A gyomrod legyen jó, rendben. Várjál, és akkor azt akarom mondani, hogy kurva sok ilyen van velem, és akkor a párjaim mindig azt mondták az elmúlt évtizedekben, hogy hát az ilyeneknek csinálják a reklámokat, mint én. Tehát azonnal így beindult ez a most azonnal megenném, meginnám, érted? Na, ez ilyen infantilizmus, vagy ez ilyen regresszus. Ne. És regrediáltam. Arról van szó, hogy arról van szó. És a gyerek az így működik. Így. Kurvára. Csak én nem küldtem le az asszonyt, hogy vegyen azonnal Tibi Csokit, tudod? Tehát ez a... Pedig nem ártott volna. Na. Szóval. De most ebből megyünk valami szellemi irányba, ugye? Az nem jó, hogy a Tibi odaszarik, és azt megeszed. Az nem úgy. Tudod, mert van az úgy, hogy az ember félreérti, tudod? Mert az eszével érti, de ez nem az eszével kommunikál, hanem a tudattal anyjával. Abszolút. Igen. A Hajós András reklámja volt, hogy és ő tartotta a csokit, becsöngetett valahova, és de megettem volna. Tehát a Kádár rendszer társadalma az egy gyerektársadalom. Mi egy olyan nemzedék vagyunk, akiknek abban a drámai élményben volt részük az életük során, hogy a szüleik azok gyermekek, őket is gyermekeknek nevelték, csak közben jött a rendszerváltás. És így egy olyan nemzedékké váltunk, amelyiknek felnőtté kellett válnia, felnőtté kellett érnie, de a szüleinek nem. Na várjál, voltak kivételek. Most attól függ, hogy kihányas évjáratú. Mondok valamit. Nálam ez tök kettős volt. Az édesanyámra teljesen stimmel, amit mondasz. De teljesen. Az apám nagyon öntudatos volt, és egyáltalán nem volt ez rá igaz. Amikor például a személyi számot bevezették, ő volt az egyetlen az egész környezetemben, aki azt mondta, hogy hát ez mit tudom én, sért bizonyos jogoka. Mi van? Kádár korszakban egy ilyen? A te apád a kivétel volt. A te apád nem volt kádárista. A te apádat nem tudta meghajlítani Acél meg Kádár, viszont őt meg
bizonyos értelemben, hogy mondjam, megtörték, elpusztították. Valamivel meghajlították, tehát például a nacionalizmusa miatt nagyon szerette a Kádár korszakba készült történelmi filmeket. Mit tudom, Tenkes kapitánya, sose felejtem el, a szomszédunk, aki munkássőr volt, nem volt vele, nem volt rossz viszony, meg ilyesmit, apám egy ilyen csodabogár volt ott az utcában, és mondta, hogy na, a labancok azok a te őseid, tudod, ott lovagolnak, tudod, a hazaárulók a izékért, tehát, hogy ilyen dumákat nyomatott ez a... A te apádnak egyáltalán nem, a te apád mondta ezt. A munkásságnak, hogy az a labanc. Értem. Na igen. De minden esetre a te apád kivétel volt. Most ez nem a... Nem, de az anyukád már nem az. Abszolút nem. Abszolút és nem. És ennek a társadalomnak a zöme, az idősek társadalmának a zöme, az annak választása sem volt, hogy kádáristává válik-e vagy sem. Hanem egyszerűen a rendszer iszonyatos gravitációs tömege magához hajlította a lényét. Ez szinte mindenkivel, azokkal a nemzedékekkel, akik az 50-es, 60-as, 70-es években nőttek fel. Figyelj, ez elől nem lehetett hova menni. Nem lehetett a táncdalfesztiválok elől, meg a ki mit tudok elől hova menekülni. Ezek nagy közösségi élmények voltak, olyanok, amelyek ma már nem léteznek. Egy egész közösségnek egyszerre volt az élménye. És arról csináltak a tévéműsorokról paródiát, amik megint közösségi élmények voltak. Igen, minden közösség. Olyan volt az a televíziós műsor. Egyáltalán a magyar tévé olyan volt, mintha egy nagy család lennénk, és a tévébemondók, meg a konferenciék, mindenki nagybácsia, nagynénje, egyébként nagyon kedves ember. Tehát az a poén egyébként, hogyha mondjuk a Tamási Eszterre gondolok, vagy az Antal Imrére, amúgy tényleg tehetséges emberek voltak. Kudlik Júliára. Kudlik Júlia, stb. Ez mindenkié volt, érted? Igen. Mindenki is, mert nem volt... Családtagok. Családtagok voltak, így van. Családtagok, és voltak szeretett családtagok, meg voltak idegesítő családtagok, akik így irritálták az embert, mint a Dévényi Tibi bácsi, vagy a Rúzsa Gyuri bácsi, de azok is családtagok voltak. Azokat is voltak. Szerették, azok Robi. Azok is családtagok voltak. Szánakozva, igen, de szerették, igen, bizonyos értelemben szerették, igen. Aha. Tehát mind családtagok voltak. A lényeg, hogy az egésznek volt egy ilyen nagyon-nagyon... paternalista. Abszolút. Paternalista jaja. Jellege. Ugye, a paternalizmus az azt jelenti, hogy atyáskodó diktatúra. Ilyen volt a paternalista diktatúra a 80-as évekig. Valójában ez a Kádár rendszer. Nem totális diktatúra, mint amilyen a Ceausescu féle Románia volt, ahol tulajdonképpen a Rákosi rendszer 89-ig tartott. Így van. És az ő 56-juk 89. És egyébként most a jobberek mondják, hogy a szemét nyugat már akkor szemét volt, mert a Ceausescu rendszert támogatták, mert az egy ellenállás volt a Szovjetunióval szemben. Tudod, hogy Ceausescu sztálinista belpolitikát és gazdaságpolitikát folytatott nagyon keményen, viszont egy önálló nacionalista külpolitikát, tehát 1984-ben a Los Angeles-i olimpiára csak a románok megengedhette magának, hogy a románok kimennek. Mert annyira sztálinista volt. Mert annyira sztálinista volt. Mi meg és ezért a nyugat néha tett vele kivételt, találkoztak vele, meg a New York Times az jó cikket írt. De velünk is kivételt tettek. Hát velünk meg azért, mert mi a belpolitikánkban, a gazdaságpolitikánkban nyitottunk a nyugat felé. Nyitottunk a nyugat felé, ja. Viszont követtük az irányvonalat a külpolitikában. Igen. Na, tehát a lényeg, hogy a Kádár rendszer olyan nemzedékeknek a szocializációját hozta, amely nemzedékek nem a saját valóságukat élték, hanem a Kádár Jani bácsi berendezett nekik egy rezervátumot, egy védett rezervátumot, ahol volt egy pici szocializmus, de nem úgy, ahogyan a Marxnak a tőkéjében le van írva. Abszolút. Volt egy kicsi kapitalizmus, de nem úgy, ahogyan az a rendes polgári társadalmakban. Hanem abból is egy kicsi, az is párt engedéllyel, meg úgy, hogy a tanácsnál be kell jelenteni, és a többi. A tanács fog kiküldeni neked egy felügyelőt, aki a párt nevében és a párt megbízásából felügyeli azt. Voltak ilyen tanácsok, hogy
kisiparosok, kiskereskedők országos szövetsége, ami tulajdonképpen úgy nézett ki, mintha egy szövetség lett volna, amit a kiskereskedők meg a kisiparosok hoznak létre, pedig a párt hozta létre. Igen. Hát, ilyen, mindent a párt felügyelt. Igen. És ilyen módon lehetett egy kicsi kapitalizmus, ki is lehetett állni bizonyos keretek közt, bizonyos dolgok mellett, sőt, akár a rendszerrel szemben, a tűrt kategóriában tudott lenni a Hobo Blues Bandnek a Vadászat című lemeze, ami hát egy kőkemény és tömény rendszerkritika, de mégis lehetett úgy a sorok között írni, hogy megjelenhessen, hogy azt elolvashassák, érthessék is. A tiltott az a balhés volt. Igen. CPG. Meg igen. Ez, igen, a balhé. Igen. Na, igen. Az tiltott volt. Igen. Igen. És ez a rendszer, ez egy védett rendszer volt. Olyan volt, minthogyha egy fürdőkádba beleraksz egy újszülöttet. Az újszülött az anyaméből jön. Az anyamének a magzatvizéből jön. Belerakod a fürdőkádba, ő ott meg tudja élni azt a magzati létet, főleg, hogyha lekapcsolod a villanyt. Na, olyan volt a kádár. A kádárizmusban szocializáltak társadalma a rendszerváltáskor, mint hogyha kiemelték volna őket ebből a kádvízből, és belevetették volna őket a tengerbe. Egy fuldoklás. Egy fuldoklás volt 20 év a rezervátumon kívül. Megváltozott a helyzet. A Kárpát-medence már nem egy olyan barátságos hely volt, mint addig, hanem egy zordabb hely lett. Egy olyan hely, amihez baszki nem voltak, ezek a nemzedékek nem voltak hozzászokva. Mi? Nem volt teljes foglalkoztatottság, jött a munkanélküliség, privatizálták a gyárakat, kibaszták az utcára a melósokat, megjelentek a rablókapitalisták, nagyon groteszk dolgok jelentek meg. Robi, például 90-es évek eleje még egy tévéfilmet is csináltak belőle, egy vidéki vállalkozó ilyen nyomorult munkanélküliekből római gladiátorjátokat csinált ott, érte. Tehát az a mezőgazdasági vállalkozó, aki korábban fejes volt a TSZ-be, privatizált valami szart, ott ilyen helyi földbirtokos lett, és akkor ilyen menekültekből, meg munkanélküliekből gladiátor, német turistáknak gladiátor játékokat rendezett. Közben ment az olajszőkítés, amit a Puzsér barátom mindig úgy szokott apostrofálni, hogy az egyetlen igazi szovjet Közép-Ázsiára emlékeztető nagyszabású korrupciós ügylet, amiben mindenki benne volt. Közben ment a gengszterizmus, fenyőgyilkosság, prisztásgyilkosság, Aranykéz utcai robbantás, a cinóber meggyilkolás, ő egy strici volt, aki még a 80-as években a kurvákról szóló dokumentumfilmben, mint egy menő strici szerepelt, akkor ott hagyta a lányok futtatását, majd pedig valami, nem is tudom, ilyen vegyi anyagokkal, vagy a fasz tudja, mivel foglalkozott, majd agyonlőtték Pest utcáján. Érted? De ez hirtelen, nem volt igazi. De tudod, nem volt a kádárizmushoz képest, kádárizmushoz képest volt egy nagyon erős kontraszt. De nem volt valódi Mad Max. Valójában a Mad Max-nek a homeopátiás mennyiségét tartalmazta. Oroszországban volt. Oroszországban volt egy olyan 12% Mad Max. Hát több. Nem, alábecsülöd a Mad Max-et. Nem. Te a Mad Max-et becsülöd alá. Robi, te úgy gondolod? Motorosok láncfűrésszel vágtak keresztbe rendőrezredest, meg ilyenek voltak azért Oroszországban. Erre mondom, hogy 12% Mad Max tartalmazott. 12% Mad Max-et tartalmaz. De Magyarországon ilyen 0,02 tízezreléknyi Mad Max már levert a lécet, vagy a poharat az asztalról, ja. Igen. Tehát már sok volt. Ez már sok volt. A magyarok tényleg megszenvedték, mert ők egy védett társadalomból jöttek. Nem egy rettenetes diktatúrából, mint a románok. És most itt fölvetetted a filmbűvészet problémáját. Na. Hát itt ragadjuk meg, itt utalunk vissza. Mi az oka ennek? Náluk nyert, az ő 56-juk győzött. 89-ben. A mi 56-unk elbukott, és a mi 56-unkat követte egy olyan kádárrendszer, amelyben a társadalmat meghajlították.
míg az ő 89-üket megkövette egy felszabadulás, egy olyan körülmény, amiben ők megélhették azt a szabadságot, amit addig elvettek tőlük. Mi nem élhettük meg azt a szabadságot, nem győztünk, de belett tömve a pofánk szárnyas májkrémmel. És ez megrontott, érdekes. Megrontott minket, magyarokat, bizony, nemzedékekre... Abszolút így van. És ezt érzékeled a filmművészetben. De mondjuk el az egészet. Van azért egy probléma. Én azt szoktam mondani, hogy mi sokat beszéltünk régen a filmről. Egyik vesző paripánk, mind a ketten filmbuzik vagyunk. És meg műsoraink is van, rádió, tévé, stb. Nem véletlenül én voltam a vendég mindig. Tehát film az nálunk nagy dolog. És mondtam mindig a Robinak, ő ilyen nyugatfaszopú, és a nyugati művészetet jobban ismeri, mint a kelet-európait, meg a közép-európait, és mindig mondtam neki, hogy mert a magyarból indult ki, és mindig, az orosz meg túl lassú és túl meditatív neki. Egyébként bocs, mindjárt rátérünk, basszus, hogy te mekkorákat tudsz azért néha kamuzni. Úgy, hogy magadat járatod le, miközben a valóság szebb rád nézve, mint amit te mondasz magadról. Állandóan azt mondja a Puzsér nekem, hogy hát én nem értem Tarkovszkijt, hát nekem az túl magas, azt érzem, hogy nem szélhámos, de én még nem nőttem fel oda, én nekem az lassú, vontatott, unalmas, de nem értem, egyszerűen menjek fölhoz, és nézzük végig, és fogom, magyarázd végig nekem. És mondom, hogy bazd meg, ezt nem lehet képi világot, nem lehet didaktikusan magyarázni, mert megvett az összes Tarkovszkijt. Na, és akkor most tök véletlenül a 2001 gyűrod össze miatt, mert most így újra nézek pár dolgot, így belebotlottam az egyik régi, aztán folytatjuk a témát, a régi hétmesterlövésze adásba, ahol a 10 legjobb science fiction-t nyomattátok, és a Vida volt azt hiszem a vendég, és ott volt a Stalker. És te végig elmagyaráztad tök érthetően és normálisan, hogy miről szól a Stalker. Vagy azt neked leírta valaki? Nem. Érted? Nem, én megnéztem. Spirituális film, tökre értetted, még a végét is. Igen, megnéztem, végignéztem a Stalker. Akkor hogy nem érted a kelet-európai mozit meg Tarkovszkijt? Értettem, de mást jelent azon a színvonalon élvezni egy filmet, ahogyan te, meg más jelent végignézni, és érteni azt, hogy mi tetszik ebben annak, aki szereti. Ja, értem. Nem a te mozid, de érted, hogy... Igen. De érted, de nem volt magas. Nem volt akkor, hogyha végighallgattad, és tényleg értelmesen elmondtam, akkor bizonyára abszolút, nem volt abszolút, magas. Tökre, beszarok. Jó. És érdekes, ezt a műsort sose hallgattam. Tegnap véletlenül. Na, visszatérve, szóval ennek kapcsán azt szoktam mondani a Robinak, hogy nekünk veszőparipánk, hogy azért szar a magyar film, mert hazug. Velejéig hazug. Tehát nem értik azt, amiről... Tehát ha csinálnak a 8-kerről akár egy vígjátékot, akár mást, nem ismerik azt a közeget. Csinálnak a drogosokról, látszik, hogy az illetőnek, még ha be is tép civilbe, gőze nincs arról az egészről. Csinálnak a második világháborúról, frontról, holokausztról, bármiről, egész egyszerűen, tehát hamis, tehát hazug a magyar film, de velejéig hazug. Vagy erőltetett humorok vannak benne, vagy démonizálja olyan szinten, ami teljesen valóság ellenes. És mondom neki, hogy láttam román filmeket a saját történelmükről, nem sokat, hármat. Mind a három zseniális volt. Kurva nyomasztó, nagyon durva, nagyon őszinte, és nagyon jó. Láttam szlovák filmet, hát a lengyel filmet külön nem is kell beszélnem, az mindig jó volt. Láttam szerb filmet, érted? És egész egyszerűen az meg se közelíti a magyar ezeket, például a saját történelmüket, meg a saját hibáikat földolgozzák. Azt lehet mondani erről, hogy egy népnek a tükre a filmje. Ha egy nép belenéz a saját filmművészetébe, önmagát látja benne. Hangos, az a nép, azt,
az a nép, amelyik belenéz a saját filmjeibe, és hamisságot lát, hát az megromlott az a nép. Hazugság van. Igen, igen, igen. Na, de a másik oldalát is el kell mondani, hogy ebbe a gyerekkorba tartott időszakban, az inkubátorba, vagy a fürdőkádba, vagy tök mindegy, csöcsön, érted? A Kádár korszakban miért volt jó magyar film? Azért, mert azok a rendezők nem a Kádár korszakban szocializálódtak, nem a Kádár korszakban váltak azokká, akik azokat a filmeket rendezték, hanem a Kádár korszakban aratta le a Acél Gyuri bácsinak a kulturpolitikája ezeket a filmeket, mert akkorra érett be a kalász. De ezeket nem a Kádár korszakban vetették, ezeket a magvakat. Na. De a Horthy korszakban szarfilmeket csináltak. Így van. Egy-két kivételtől eltekintve mégis. Melyik? A Emberek a havason például. Jó, igen, igen, van, de van valójában, igen, valójában egyébként. És a Hippolyt jó vígjátékként. Most igen, tök mindent. Szerintem már a 30-as évek filmgyártása is hamis. Abszolút, persze. Már abban benne van, tudod, mi van benne igazán? Kálmán Imre. Ez az operett hamissága, nyálkássága, cukormázassága, gejl, gicse. Tudod, ettől habzik fel a 30-as évek filmgyártása. És a 60-as évekre az egész, ez minthogyha így lemállana róla, mint ahogy a kígyóról az előző bőre. És így előbújik valami, ami... Ami csodálatos. Ami, igen, és amit nem várt senki. És ez tart a 80-as évek. És ez tart a 70-es évek. Hát a 80-as években még van. Igen, még van. Igen, de azok... Igen, közjáték a Visibe, egy tévéjáték. Szépen lassan kikopik. Ja, kikopik. És a 80-as évek filmgyártását egyre inkább a roncsfilmnek a remékjei reprezentálják. Valójában az egész 80-as évek, meg, azok... a 90-es évek filmgyártása az a... roncsfilm remékjeit jelenti. És aztán jönnek még szarabbak. Na, szóval, a lényeg, hogy most túlságosan visszacsatoltunk, a lényeg, hogy ami nagyon hiányzott a magyaroknak, akiket belevetettek a tengerbe vetett gyermekek, azt Orbán Viktor 2010-ben felkínálta nekik újra. Újra restauráljuk a rezervátumot. Restauráljuk, helyreállítjuk nektek a védett társadalmat. Nem lehet véletlen, hogy Orbán Viktor ezzel a névvel elkeresztelt egy alapítványt, Soros Györgynek az aktivizmusát, mint egy ellenpontozva. Ugye Soros György a nyílt társadalom alapítványt hozta létre, mert ő ebben a nyílt társadalomban hisz. Ez az ő megváltástana, mert neki is kell, mert az ateista zsidóknak is kell egy megváltástan. Igen, azoknak pláne. Hát, ja. Ja. Orbán Viktor, aki igazi reakciós, azt mondta, hogy a szondom nyílt, a szondom zárt. És lett belőle a védett társadalom alapítvány, ami mit jelent? Mit jelent a védett társadalom? Meghajlítjuk neked a kapitalizmust. Ahogyan Kádár Jani bácsi meghajlította Marxnak a tőkéjét, meg a szocializmust. A szocializmus azt mondta, hogy nem maszekoljál. Kádár Jani bácsi meg azt mondta, hogy hát egy kicsit azért maszekoljál. Hát egy kicsit azért fusizzál. Hát azért egy kicsit belefér. De a párt az tudjon róla. És azt mondta az Orbán Viktor, hogy visszaállítom. Ha ezt kellnek, ha ezt akarjátok, az igazi populista nem engedheti meg magának, hogy jobban tudja az embereknél, hogy az emberek mit akarnak. Az emberek nem akarnak polgári társadalmat, de sose akart ilyesmit. A polgári Magyarország végig ezt jelentette, a feudálisat jelentette. Már ebben a furcsa szóhasználatban. Hát a dupla gondol szellemében. Ha azt mondom polgári, azt jelenti fasiszta. Ha azt mondom konzervatív, azt jelenti feudális. Na, igen, ja, világos. Igen. Lehetne akár egy szótárt csinálni. Igen, igen. Hát ezek a hamisítások. És hát a helyzet az, hogy a magyarok hálásak Orbán Viktornak ezért, hogy föltámasztotta Kádár Jani bácsit, föltámasztotta a védett társadalmat, újra berendezte a rezervátumot. És ez a rezervátum, ez meg már
ez csak az utolsó lépés, tudod, amikor a fügefa levél lehull a faszod elől. Ez az utolsó lépés. Leszállította a rezervátumot a Kreml tövébe. Oda, ahonnan született, ahonnan fogant. Amikor a Hruscsov ki akarta nevezni a következő korszak magyar pártfőtitkárát, akkor ő a Münich Ferencet akarta. Igen. Csak meghívta a Münich magával a Kádárt. És ott elbeszélgettek. De még a Titoék, jugoszlávok is beleszóltak ebbe a buliba. A Hruscsov elbeszélgetett a Münich Ferenccel, aztán elbeszélgetett a Kádárral is, és mind a kettő elmondta, hogy ő milyen országot csinálna, hogyha ő verhetné le az 56-os forradalmat. Ellenforradalmat. Ja, igen, bocsánat. Na. És azt mondta Hruscsov, hogy inkább verje le a Jani bácsi. És ebből lett a gulyás kommunizmus. Na, a gulyás kommunizmus most helyreállt, és most gulyás kapitalizmusnak hívjuk, mert az a kommunizmus meghamisításával járt, ez meg a kapitalizmuséval. De hogy valójában végül is ugyanaz a védett társadalom született meg. Ez a és így érte, és mit jelent a védett társadalom? Kétféle része van a magyar társadalomnak. Van egy része, ami a kádárizmusban szocializálódott, és van egy, amelyik meg a 20 év alatt, a köztes 20 év alatt, 90 és 2010 között. Na most a feladat az, hogy azokat, akik a köztes 20 év alatt szocializálódtak, el kell távolítani Magyarországról, mert ők a polgári társadalomnak az alapkövei, és azokat, akik meg a Kádár rendszerben szocializálódtak, azokat itthon kell tartani, sőt, békemeneteltetni kell. És nem lesz itthon senki, akik velük szemben a köztereket visszafoglalja, mert már réges-régen London külsőn, meg Hannover külsőn mosogatnak, vagy csinálnak akármit, tudod, akármit és bármit az itteni bér négyszereséért. Meg néhányan egyébként azért, hogy ne kelljen itt lenni. Én néhányan meg azért, hogy ne is kelljen itt lenni. Is. Igen, valóban. Ilyeneket is itt meg. Orosz Józsi bácsi. Figyelj, Robi, azért korrigálná. Jó, még mielőtt korrigálom, mondom ezért. Puzsér, volt egy Facebook posztom, Puzsér azt mondta nekem, hogy de azt hiszed, most viccelsz. Szerintem tényleg így van. A poén az úgy hangzott, hogy a rendszerváltást megcsinálta az MSZMP gyors reagálású, azonnal nyugat felé nyitó része, akik a magyar új kapitalizmust is megcsinálták. Bevonták a buliba a volt rákosisták gyerekeit, az SZDSZ-t, ami lett aztán az ideológia, meg az ész idézőjelbe, és levezényelték az elmúlt időszakot. És most eljött az ideje, hogy az MSZMP másik ága, a lassúbb reagálású ága most leszámol az árulókkal, akik elárulták, hátba döfték a Szovjetuniót, az orosz elvtársakat, a keletet, és Magyarországot a nyugathoz csatolták. Én ezt természetesen poénnak szántam. Robi barátom mondta, hogy hát ez nem is annyira poén, bazd meg. És akkor így abban maradtunk, hogy lehet, hogy Magyarországon máig kizárólag csak az MSZMP van. Csak az MSZMP-nek van egy ilyen, meg egy olyan ága, meg egy amolyan. Na jó, az SZDSZ az nem MSZMP, az még a rákosista. Tehát, hogy kész, ennyi, vége. Hát 45-ben itt megszűnt a jobb oldal minden formája, több százezren kimentek nyugatra. Aztán 56-ban 200 000 megint. Eltűnt a polgárság, eltűntek a liberálisok, eltűntek a konzervatívok, a hortisták, a legitimisták, a királypártiak, mindenki eltűnt. Maradt az az új elit, vagy nem maradt, hanem kitermelődött, és aztán a Kádár korszakra lett az MSZMP. Az MSZMP szerintem, Robi, több, mint egy párt.
az maga, főleg a hazafias néppronttal kiegészítve, az a maga, és a szakszervezetek országos tanácsával, meg a nőtanáccsal, meg a kisfaszom tudja mivel, millió ilyen volt, például ez a maszekoknak ez a akármilye, amit mondta az előbb, tehát, hogy ez volt Magyarország. És bármilyen rendszer jön, és bármilyen kurzus, itt örökké az MSZMP. És még egy hülyéskedtem, hogy én barom, hogy még a utolsó lehetőség 88-ban miért nem léptem be az MSZMP-be közvetlenül a rendszerváltás előtt, már nem itt tartanék, tudod? Hogyha az MSZMP tagja lettem volna, még 88-ban beléphettem volna az MSZMP-be, bazd meg, és micsoda kapcsolati tőkék lehettek volna, és bármelyik pártba mehettem volna, mert az MSZMP tagság olyan kapcsolati tőkét jelent, és az, hát az örök. Az MSZMP, vágod? 2006-ban volt egy olyan vicc, hogy hívnák, akkor ugye a Gyurcsány korszaknak a delelőjén tartottunk. Hogy hívnák a miniszterelnököt, hogyha nem bukik meg az államszocializmus? És az volt a válasz, a vicces válasz, hogy Gyurcsány Ferenc. Most meg van egy olyan vicc, hogy hívnák a miniszterelnököt, ha nem bukik meg az államszocializmus, és most meg az a vicces válasz, hogy Orbán Viktor. Vagy mit keresett a KISZ-ben? Az itt te kommunista? Már az rég nem az volt. Az azt jelentette, hogy akiben volt politizáló képesség és érvényesülési vágy, az belépett a KISZ-be meg az MSZMP-be. Belépett Magyarországba. Jaja. Na. Jaja. És azt, na, korrigálnám egyébként a barátom és kollégámnak az előbbi megállapításait, én nem teljesen úgy látom, hogy ő. Nagyjából egyetértek, de nekem más az alapállásunk, ez nekünk már sok éves vitánk. Baráti, konstruktív, elvtársi vita természetesen, de létezik a nézetkülönbség. Ő azt mondta az előbb, most ha ott kaszinóztok, akkor azért. Tehát azt mondta az előbb a Robi, hogy Orbán Viktor fölkínálta a magyar társadalomnak, és az kapva kapott rajta. Ezzel az állítással így önmagában nem tudok vitatkozni. Azzal vitatkoznék, ha ezt úgy gondoltad, sok más emberrel együtt, mert szerintem sokan így gondolják, hogy ezt a fajta jobboldali, neohortista, ideológiai köntösbe bújtatott kádárizmust, ezt Orbánék visszahozták, és ráerőltetik a magyar társadalomra, de a magyar társadalom boldog ebben. Az én véleményem nem ez. Az én véleményem az, hogy a magyar társadalom eleve ezt szerette volna, ezért szavazott Horn Gyulára, hogy na, ez volt a rendszerváltás? Pú, bazd meg, ezt nem. És akkor Horn Gyula. És akkor írták, hogy még Caligula lovát is megszavazták volna, hogyha MSZP színek beindul. Aztán Gyurcsányt meg Medgyesit, mert hát, ha az MSZP, mint az MSZMP utódpártja, visszahozza Kádárt, és nem hozta vissza, vagy szarul csinálta, próbálta bizonyos, de nem ment. A Fidesz pedig mindent végig próbált. A Fidesz ugye ilyen kollegista, reformkiszes akárkiként kezdték, aztán rögtön liberálisok lettek, azon belül ilyen radikális liberálisok, tudod, imára mondták a KDNP-seknek, pimaszul még a 90-es évek elején, aztán ez nem jött be, mert az SZDSZ-szel nem lehetett versenyezni, és a SZDSZ iránti oldhatatlan gyűlölet az onnan ered, hogy ezeket a főleg első generációs vidéki értelmiségieket kurvára lenézte ez a belpesti libernyák társaság. Ezt az érzeményüket egyébként tök megértem, mert én mindig is kurvára gyűlöltem az SZDSZ-t. Én érzem ezt a gyűlöletet, én már rég nem utálom őket, most már inkább sajnálom, de ez most tök mindegy, de érzem, hogy a Fideszben mi ez a kurva nagy ellenszenv.
és akkor leszünk Antal utódja, mert az MDF elsüllyedt a picsába, és akkor polgári, ilyen polgári liberális, liberális konzervatív, konzervatív liberális, ezért az se jött be, a polgár, és aztán ez bejött. Ez, kis népnemzeti volt egy ilyen, és ez bejött. Ez kurvára bejött. És szerintem azért, mert tehát ez a rule, oda tették a piros rajzét, érted? A tétet, dupla vagy semmi, és kurvára bejött. Mert a magyar társadalom mindig is ezt szerette volna. Mindig is ezt szerette volna, csak egy kis része volt, ami nem ezt szerette volna. Mi jól éreztük magunkat a 90-es években. Kurvára, én nagyon, tehát nagy volt a szabadságfok. Nekem szar volt a Kádár rendszer. És én sosem voltam persze nagy menő, tehát nem gazdagodtam meg, sem ugyanilyen csóró fasz voltam a 90-es években, de nekem tök jó volt, hogy végre elmondhatom nyíltan, amit szeretnék, és akármit beszélhetek bárhol. És más kérdés, hogy viszont nem volt fórumunk, mert a balliberálisok azért egy vélemény monopóliumot csináltak, ám az se volt azért az a tökéletes szabadság, mert izé lenyúlták az egész sajtót, és aztán mitől nekünk nem lehetett volna a 90-es években apunk, azért ezt is tegyük hozzá, de most nem erről beszélünk. Tehát a 90-es évek valamilyen értelemben nekem, meg a Robinak, meg mit tudom, néhány hozzánk hasonló csávónak nagy felszabadulás volt. De a társadalom nagy részének, Robi, káosz, kikerülés ebből a védett állapotból, amiről beszéltél, érted? Munkanélküliség, szar. Tökre megértem ezt is. Az más kérdés, hogy kurva nyomasztó. De tökre megértem. Megértem. Hogy szokták ezt mondani? Akceptálom, de nem respektálom. Értitek? Én azt gondolom, hogy az SZDSZ-nek azt a szellemiségét, amit te idéztél, ezt valójában a DK örökölte. Hát, bénább, azért figyelj, azzal a szellemi töltettel a DK nem rendelkezik. Az egy lebuti, szegény ember SZDSZ-e. Na, az a DK. Na, én azt gondolom, hogy a DK, de tudod, nagyjából ugyanazon a szinten hullá, mozog. Igen, igen, tehát, igen, csak butábban. Az SZDSZ-nek folyamatosan 5%-ai voltak választásról választásra. Elérték egyszer a tizenvalahányat. Eleinte volt 24, aztán ja, volt ja, 19. Ja, ja. De hát a DK-nál is valahol itt van a plafon. Az MSZP szellemének az örököse a Fidesz. Aha. Ahogyan az SZDSZ-é. Bármilyen különös, most ez a törésvonal, ez az egykori MSZP-SZDSZ koalíción keresztül Kunce és Horn Gyula között húzódik. Az SZDSZ szellemének örököse a DK, az MSZP szellemének örököse a Fidesz. Igen. És valójában ez van nyakon öntve nacionalista retorikával, meg neohordista retorikával. Neoliberális gazdaságpolitikával. Igen. Tehát de azért ez tarka ez a rezsim. Az előbbi az azért, hogy csúszson, az utóbbi az azért, hogy működjön. Ja. Az előbbi az azért, hogy a magyar ember lenyelje, az utóbbi... Aki, mert hogy tudod, valójában ez az antikommunistaság, ez egy ilyen szent grál. Valami, amit már régen eladtak, de még mindig hivatkoznak rá, hogy az ott van hátul a vitrínben. Tudod, hátul, abban a hátsó szobában, ahol a vitrín van, már 25 éve nem járt senki, de még mindig ez egy hivatkozás, tudod? Meg amikor békemenet van, akkor kiírják, tudod, a hatalmas molinóra, amit így hordoznak maguk előtt, hogy a Szent Grál hátul van a vitrínben. És akkor így vonulnak. És ez egy hivatkozás, és ők úgy vannak vele, hogy a marketing hazugság, hogyha elég csövön át nyomjuk, akkor az valóság. Ahogyan az Orwell azt megmondta. Tehát, hogy az pont úgy. Állítólag az Orwell azért írta, hogy elkerüljük, nem azért, hogy megvalósítsák, de hát van, aki receptúrának veszi. Hát... Igen. Szakkönyv, tudod? Hogy, igen, hogy kell igen. Ezt csinálni? Az angszocdól lesik a jó kis fogásokat. Minden esetre én szeretnék egy megkülönböztetést megvonni itt és most. Ami számos félreértésre ad okot, ami a kommentmezőben újra meg újra föl és föl bugyborékol. Az a tény, hogy mi
nem tudunk választani, vagy nem vagyunk hajlandóak választani a forradalom és az ellenforradalom között, az nem azt jelenti, és nem jelent egyet azzal, hogy nem tudunk, vagy nem vagyunk hajlandóak választani Kelet és Nyugat között. Moszkva és Brüsszel között. Márpedig ez ma a magyar nyilvánosságban, a magyar közbeszédben árukapcsolva van. Ez egy csomag. Aki az ellenforradalmat választja a forradalommal szemben, az Oroszországot választja Európával szemben. Az Moszkvát választja Brüsszellel szemben. Vagy Washingtonnal. Ez ne legyen már törvényszerű. Szeretnénk fölbontani ezt a csomagot. Szétbontani ezt a csomagot. Mert kurvára meghamisítja azt az identitást, amit mi képviselünk, vagy hordozunk. Mi nem vagyunk hajlandóak választani a forradalom és az ellenforradalom között nyugaton. Mert ezt a választást már rég meghoztuk. Sőt, ez a választás hozott meg minket. Inkább így pontos. Nem volt olyan választás, hogy mi ott álltunk, ezzel az éret teszünk el, hogy hát a Keletet vagy a Nyugatot kéne választani. A nyugat választott minket. Mi abból lettünk. Nem belőlünk lett ez a választás. Tudod, csak az gondolkodik így, aki előtte kalkulál, hogy hát melyik hoz többet a konyhára? Melyiket lenne érdemes? Hogy milyen hitfőallás legyünk mi? A keleti vagy a nyugati? Nem, mi bármelyik lehetünk. Mi egy komp vagyunk. Kiköthetünk itt is, ott is. Várjuk az ajánlatokat. Nekem egyébként... Tehát, tudod, az, mi nem. Mi ezek vagyunk. Minket átraknak oda, jó, és bazd meg minden... visszamenekülünk ide, vagy meghalunk. Minden alkalommal elmondod. De tudod, én és ez nem ugyanaz, és ez nem jelenti ugyanazt. Veled szemben én megértem a Bethlen Gábort. Tud az jó sikeres politika lenni, hogyha az ország érdekét tartja szem előtt. Tudod? De a következményeket ismerjük a történelemből, ugye? Nem volt olyan rossz az a Bethlen Gábor. A legjobbat, igen, de tudod, a legjobbat hozta az ki egész abból politi- a de, az egész de nem volt rossz, tudod? Nem volt rossz a 30-as évek sem, meg a Bethlen konszolidáció főleg nem. Tudod, nem volt rossz. De a Donkanyar, tudod, az azért... Az de azért tehettünk volna mást? Mindig tehetünk mást. Nem biztos. Mindig lehet én Kossuthra, determinista mindig vagyok. Mindig lehet Kossuthra hallgatni Deákkal szemben. Mindig lehet a Kasszandra levelekre hallgatni a kiegyezéssel szemben. Ez mindig adva van. Ez egy ilyen felelősségáthárítás. Bár utólag lehetünk okosak. Én valamelyik régi apum még elmondtam, most elmondom újra. Egyébként Kasszandra levél, mert csak egy ilyen van, amit annak neveznek, de és az a közeljövőt jósolgatta Poroszország, stb. Kossuth. Viszont 1875-ben írt egy levelet Hermann Ottónak. Ez a természettudós Hermann Ottó. Ő, Hermann Ottó, a függetlenségi párt egy embere volt, kossuthista. És írt Kossuth, figyelsz, egy levelet Hermann Ottónak. Amiben azt mondja, hogyha Ausztriánál maradunk, a románok meg fogják kapni Erdélyt és a Partiumot, létrejön egy cseh és szlovák állam, a csehek északi részt, a szerbek az egész délvidéket. 1875. Utána lehet nézni. Na. Várj! 1877-ben Báró Jósika Kálmán, ő egy ma már tök ismeretlen, nem Jósika Miklós, a rokona volt, az egy ismertebb figura, Báró Jósika Kálmán egy tök ismeretlen újságíró, egy habsburgista, monarchia hű, konzervatív újságíró és egy nagyon szar novellista. Én onnan ismerem, hogy megvan a könyve, ráadásul dedikálva, 1877-es kiadás. És abban van egy eszéje, azt mondja, hogy a románok meg fogják kapni Erdélyt, a szerbek a dél, elmondja azt, amit Kossuth, ezért kell a monarchiát erősítenünk és benne maradnunk. Ugyanaz a két vízió, egyiket sem mondanám, hogy rossz vagy, hogy pocsék. Utólag nehéz megítélni. Mind a kettő jó szándékú, érted? Az egyik azt mondta, hogy lelécelni innen, mert bazd meg ennek
ez lesz az eredmény. A másik, hogy erősíteni, mert különben elveszik Nagy Magyarország. Volt néhány ember, aki látta. Látta Trianont évtizedekkel korábban. Nagyon kevesen voltak. Tisza István nem látta. Olyan stupid volt a magyar elit, hogy 1918-ban, baszki, 18-ban azon gondolkodtak, hogy a magyar királysághoz közvetlenül csatolják-e az anektált, megszállt Boszniát, és azzal milyen veszélyei lehetnek, létrejön a magyar királyságon belül egy délszláv súlypont. És aztán 2 hónap, és az egészet elsodort a háború a picsába. Ennyire rövidlátó stupid volt a Tisza, akit most itt istenítenek. A trianoni nemzetkatasztrófa... De néhányan megjósolták már sokkal korábban. Szóval a trianoni nemzetkatasztrófához hozzátartozik az is, hogy a magyar elit, amelyik hát nagyrészt születési elit volt, és maga vezette az osztrák-magyar monarchiának a magyarokra eső hadjáratait. Mindenhol nyert, minden fronton nyert. A monarchia megnyerte az első világháborút, csak Németország elvesztette. És ez az élmény, hogy mi minden fronton győztünk, úgyhogy a németek akarták a háborút. Isonzónál álló háború volt. Álló háború volt. Az oroszokat visszavertük. A magyarok, ahol a magyarok háborúztak, ott nyertek. És az Isonzónál ott főleg az osztrákok. Kis túlzás, Robi, mert a románok betörtek Erdélybe, és nem a magyarok verték vissza, hanem Mackensen. Egy német hadtest, vagy hadosztály. Akárhogy is. Na. Akárhogy is. Mi nem vesztettük el az első világháborút. Hanem még gyarmatokat is nyertünk, most mindjárt mondja. Ezért rúgták ki Fülöpföld, Tomil Gagyil szabóság. Csinált a marha egy ilyet. Nem kell elmondani. Ne? Nem kell elmondani. Hát szégyelled, mi? Nem, már mindenki megtalálja, ha akarja. De most... Trianon tagadás, így a holokauszt tagadás. Ez olyan, mint hogy magyarázd el nekem a Tarkovszkit. De szerintem egyik legjobb műsorod volt életedben. Azóta se csináltál jobbat. Na, mindegy. Szóval, de most, hogy így az árnyéka maradtam önmagamnak, mégiscsak jelezném, hogy a magyar társadalom azt érezte, azt érezhette, és jogosan érezhette, hogy nem ő akarta ezt a háborút, hanem Németország akarta ezt a háborút, amelyik a királyt és császárt belezsarolta, vagy belekényszerítette. Valójában azért kellett nekünk Trianon, meg az első világháború elvesztése, meg az a hatalmas véráldozat, amit hoztunk, mert a Ferenc József az a szavát adta. És ha Ferenc József egyszer a szavát adta, már pedig ő király és császár, akkor az a szó kötelez. Romantikus magyarázat. Igen, ennyire. Romantikus, 19. századi volt a 20. században. Kicsi gazdasági érdekecske, meg sok minden, például a vasút Közel-Keletre, Szerbián keresztül, meg sok minden. De azt a Ferenc József is érzékelte, hogy ez a status quo neki tulajdonképpen jó. Igen. De a Hohenzollernek háborút akarnak, azaz. És hát tulajdonképpen mi vagyunk a Szent Szövetség örökösei, mi vagyunk Európa reakciós nagyhatalmai, nekünk kell fenntartanunk az ancien rezsimet, ameddig tudjuk, vagy amennyire tudjuk. Tehát ez kötelez minket. Nyilván nem csak az adott szó, plusz azért az Antanthoz tartozó orosz cárság is. Miért kellett 1848-an? Nem, az nem stratégiai, hanem taktikai szövetség volt. Nem stratégiai. A stratégiai az az, ahol valami közös identitás fűz össze minket. Az atlantizmus. Igen. A taktikai, az orosz cár... A taktikai az meg az, amikor a pillanatnyi érdek, a pragma. Na az egyik esetben a dogma, tudod, a másik esetben a pragma. Értem. Na, folytasd, aztán még mondom. Hát, hogy, elvesztettünk egy olyan háborút, amit nem is mi akartunk, hanem a németek, és nem is mi vesztettük el, hanem a németek. Belerángattak minket egy fasságba, egy olyan világ ellen, amelyikben már, tudod, Amerika ellen is háborúzni kell.
amelyikben, tudod, valójában nem lehet nyerni, mert ha a két gazdaságnak az erejét összeveted, nem lehet megnyerni a háborút, és nem lehetett megnyerni, tudod. Igen, a szövetség végül... belevitt. Igen. És amit most te elmondtál, nem emlékeztet ez a magyarázat, hogy ez nem a mi háborunk, minket csak belevisznek. Egy icipicit pontosan, a mai a saját sorsunk az a saját... Ez az első világháborús békepárti narratíva, amit most a Fidesz használ. A saját sorsunkat, a saját történetünket... Zseniális. Tudod, de megint a felelősség áthárítás. A saját sorsunkért sem vállaljuk a felelősséget. Nem ám. Mi a saját sorsunkat ez is, a gyermek. Is mások rendelték háttérhatalmasok. Ez az a gyermek, tehát igen. Nem a Kádár korszaknál kezdve. A gyermektársadalom, a felnőttek döntöttek rólunk, mi nekünk elrendelték a sorsunk, de tudod, a lényeg az, hogy ha már felnőttél, felnőttként, ezt a tudást, hogy gyerekként ezt csinálták veled, integrálhatod, válhatsz belőle felnőtté, de ha nem nősz fel soha. Ha egy gyerek gondol vissza a saját gyerekkorára, érted? Mert most se vállalja a felelősséget, továbbra sem vállalja a felelősséget. Tehát nem az történik, hogy gyerekként ezt szenvedtem el, ezt tanultam belőle, és ebből lett a lényem, ami ez, hanem ez még mindig vár. Mi még mindig a sütőben vagyunk, akiket abuzálnak olykor. Így van. És ezek a nemzeti katasztrófáink. Így mi van. Nem tehetünk róla. Nem tehetünk róla, és a jövőben sem tehetünk róla. Nemhogy megbűhődte már a nép a múltat sövendőt. Az azt jelenti, hogy nem csak a múltat, hanem a következő 300 évünkről se tehetünk. A következő 300 évünkért is mások a hibásak. Szegény. És már azt is leróttuk, már azt is megszenvedtük. Tehát mi most kérünk egy kivételt a történelem alól. Minket vegyenek ki a történelem alól, rendezzenek be nekünk egy kvázi történelmet, egy virtualitást, valami olyasmit, ami a Váci utcához képest a Western City Centernek az üzletsora. Érted? Nem a tényleges várost, hanem egy várost, ami modellezve van a városon belül, ez a pláza. A pláza valami olyasmi, amit Orbán Viktor berendezett a magyaroknak, hogy ne kelljen a szabad ég alatt vásárolniuk, ahol eshet. Tudod, de a plázában nem eshet, és nincs hajléktalan, és nincs bűz, és nem húgyoznak az utcán az emberek. Tudod, hanem ott állandó a hőmérséklet, állandó a páratartalom, ott bazd meg nincs hajléktalan, és minden steril és tiszta, és minden... Üvegház. Igen. De ez volt a Kádár korszak is. Pontosan, és ez lett az Orbán korszak is. Várj, a Horthy korszak mennyibe volt ez? Hát, volt egy ilyen aspektusa, de ott annyira szembesülni kellett kemény dolgokkal is, hogy nem sikerült azért ezt az üvegházat berendezni. A Horthy rendszer az tulajdonképpen a dualizmusból, a dualizmusnak a felvilágosult abszolutizmusából, mert a felvilágosult abszolutizmus úgy gondolom, hogy az a gyökere a osztrák-magyar monarchiának is. Engedjük a polgárosodást, de nem engedjük. Hát engedjük a polgárosodást, de sarokköveket kikötünk. Kikötjük a nagybirtokrendszert, világos. Kikötjük a születési előjogokat, tehát olyan feltételek mellett hagyjuk a polgárosodást megvalósulni, amelyek nem engedik megvalósulni a polgárosodást. A Horthy rendszer egy fokkal visszalépés volt még a monarchiához is. Képest is. Noha, ugye a monarchián belül nem volt például általános titkos választójog. Nem volt, de mégis elindult valamiféle polgárosodás, ami aztán megrekedt. A Horthy rendszerben nyílt szavazás volt, ráadásul nyílt szavazás. Tudod, mi az a nyílt szavazás? Tudjátok, mi az a nyílt szavazás? Chicago, Al Capone. Ott állnak a géppisztolyosok, bazd meg, amit a múlt apu mondta. Tudod, mi volt leszavazol a mi szakszervezeti vezetőnkre. Tudod, mi volt a Horthy? A Horthy rendszerbe a csendőr ott állt a íz, és akkor kire szavaz a büdös paraszt. És ennek volt az ideológiája, ez a duma ment, hogy a magyar ember egyenes jellemétől idegen a titkolózás. A magyar ember nyíltan szavat. Ej! Tudod, mi volt a Horthy rendszer? Ezt a rohadt a Horthy rendszer, a legitimizmus, ami még nem döntött el, hogy mivé válik. Fasizmussá,
vagy konzervativizmussá. Azt... És a Hortinak ez volt a politikája. Igen. Ez volt a politikája. Csak... Hogy mi a rendszer? Legitimizmus, ami még nem döntött el, hogy mivé válik fasizmussá, vagy konzervativizmussá. Mert a fasizmus is, meg a konzervativizmus egy modern eszme. Mindkettő modern eszme, de a legitimizmus nem. A legitimizmus a premodern helyreállításának az eszméje. És a Horthy egy konzervatív miniszterelnökre mindig húzott egy fasiszta miniszterelnököt. Ja. Majd arra megint húzott egy konzervatív miniszterelnököt. A rendszer az el nem döntése volt annak, hogy mivé akarunk válni, fasizmussá, vagy angol típusú, vagy német típusú rendszer akarunk lenni. Na most akkor egy kurva érdekes dolog, ez elhangzott korábban is. Robikám, a fasiszták képviselték a Horthy rendszerben inkább a modernitást, gömbösék vezették be az általános titkos választójogot, a 8 általános, ha jól tudom, 1940-ben, nem tudom pontosan, de nagyon, tehát a Horthy rendszerben szintén ilyen fasiszta modernizáció részeként az első szexuális zaklatásos munkaügyi pert meg a nyilasok indították a főnök ellen. Nem biztos, hogy zsidó volt a főnök, még mielőtt elmegyünk ebbe az irányba. Biztos, hogy voltak ilyen, hogy mondjam, aspektusai is, de ez, hogy a nőknek joga van, meg a főnök szexe, a nyilasok modernisták voltak. És ráadásul a nyilasok védték volna a nemzetiségi érdekeket, tehát a hungarizmus az nem azt jelentett, hogy elmagyarosítani a Kárpát-medence összes népét, hanem ezért nevezik egyébként hungarizmusnak, a középkori hungarusz tudat miatt. A hungarusz más, mint a magyar. A magyar, ami etnikumunk meg nyelvünk, a hungarusz, meg az a Kárpát-medencei tudat. Egy csomó magyar nemes, származásilag szerb volt, meg szlovák, meg akármi, de hungarusz, így volt magyar nemes, ebből ered a hungarizmusnak ez a koncepciója. És Hubay Kálmán nyilas képviselő, amikor így a nemzetiségi jogokról beszélt, akkor a hortisták nemzetárulózták. Tehát kurva érdekes, nálunk a fasizmus különböző verzió, gömbös meg a nyilasok képviselték a hortistákkal szemben a modernizációt, baszki. De most kicsit elmentünk a gyermeki társadalomtól, meg én majd szeretnék beszélni így az ázsiai gondolkodásról. Csak még neked van valami... Nekem még van egy felvetésem. Beszéljünk egy kicsit a harctéri lázról. Mi ez a harctéri láz? Ami a weimarizációt okozza. Aminek a terméke a weimarizmus. Mit jelent a weimarizmus? Egy olyan rendszer, amelyik egyre szélsőségesebb, egyre radikálisabb válaszokat ad, amúgy jól feltett kérdésekre. De a jól feltett kérdésekre adott válaszok egyre inkább tagadják egymást, és a válaszokat adók a probléma forrását egyre inkább egymásban találják meg, és nem pedig a szerintük nem megfelelő válaszokban. Tehát nem a válasz a rossz, hanem a válaszoló a rossz. Ettől weimari a rendszer. Hogy nem a választ utasítom el, hanem a válaszolót, azt a személyt, aki a választ adja, azt utasítom el. Ez a harctéri láz, ez szüntelen volt a rendszerváltás óta. A rendszerváltásig ez a harctéri láz le volt folytva. Le volt folytva ki mit tuddal, le volt folytva... Voltak táncdalfesztiválok, voltak ilyen nagy közösségi élmények, és legfőbbképpen, mint ennek az egésznek a fedezete, ott volt a munkásőrség. Ez a harctéri láz, ez nem tudott föllángolni. De ahogy jött a rendszerváltás, a harctéri láz föllángolt, és azóta is ott van, és azóta is ez határozza meg a közbeszédet, meg a közgondolkodást Magyarországon. Ez a harctéri láz. Mit jelent ez? Mit képez ez? Tényleg olyan, mint a láz. Irracionális. Hát lázálmot, akinek lázálma van, az már érezte azt, hogy milyen képtelen dilemmák, milyen képtelen kihívások vannak lázasan.
Amikor lázad van, a testet hőmérséklete felszökik, az egész racionalitás megsemmisül. A falon van egy kép, a képen van egy ajtó. És te azon az ajtón akarsz átjutni lázasan, de nem tudsz átjutni, mert az egy kicsi ajtó a képen, te meg óriási nagy vagy, de át kell jutnod valamiért az ajtón, mert az ajtón túl van valami. De nincs semmi, ezeknek nincs megfejtése, ezek nem ilyen revelációs víziók, amik alapján így az életed új irányt nyer. Ez egyszerűen csak lázálom, nincs értelme. Nem kell átjutnod az ajtón, és nem is tudsz átjutni, és értelmetlen maga, de lázasan ez egyszerűen nem értelmezhető, mert nem értelmes a gondolkodás meg a lét, mert az a pár Celsius fok hőmérséklet különbség. Már irracionalitást generál. Irracionalitást generál. Na, ilyen a harctéri láz. Ezért is lehet így hívni, hogy ez egy láz. Ez a harctéri láz, aminek a hatása alatt az ellenzék azt mondja a Fideszre, hogy fasiszta, meg náci. És ez az, ami alapján rám is azt mondták annak idején. Volt egy ilyen, van is egy ilyen sztorink, amit időről időre felemlegetünk. Nem, vicces volt, kurva vicces, még nem is volt csillagszületék, meg lófasz nem tudta ki az a Puzsér. De már így nyomulgattunk a médiát, nyomulgattunk, tehát ezért próbáltuk eladni a szellemi termékeinket, és volt egy filmötletünk, meg minden, és egyik csávó, szegény azóta meghalt, öngyilkos lett, azt mondta, hogy te Robi, de én azt hallottam rólad, hogy te náci vagy. Hát a Puzsér teljesen kész náci volt. Náci, bazd meg. Rám vonatkozóan, ez a szubkultúra, ez az újlipótvárosi SZDSZ szubkultúra azt a jelzőt találta, hogy náci! Náci! De abban nem értek veled egyet, hogy ez a harcéri láz, Robi. Ne. Te romantizálod ezt az egészet. Nem. Szerintem a vaskos cinizmus, tudod? Nem harcéri láz. Szerintem meg holokausz... Sérülés, trauma, poszttrauma... Nyilván holokausz sérültség. Holokausz, igen, de bazd meg, a harcéri láz nem ez. De a harcéri, akárhogy is, a harcéri láz... Ez a harcéri láz, hogy itt örjönksz a színpadon. Nem, szerintem nem, én nem így gondolom. Én úgy gondolom, hogy a harctéri láz az nem teszi lehetővé a hiteles analízist. Ha azt gondolnám, hogy lángolok, de közben tűpontos elemzéseket adok. Ha azt gondolnám, hogy nem vagyok képes a hiteles analízisre, nyilván nem pofáznék a mikrofonba. Igen. Nem gondolom, Robi, hogy ez a harctéri láz. Ja, mindegy. Én értem ezt az én személyemet jellemző exaltáltságot te harctéri lázként értelmezed, de nem erre célzok. Nem erre a fajta exaltáltságra. Tudom, hogy nem erre célzol, csak nem biztos, hogy igazad. A harctéri láz az, aminek a hatása alatt a másik, az ellenség, az démonizálódik. Férgek, patkányok, kígyóvalódik, dehumanizálódik. De ez antropomorfizálódik is. Izének a filmje, a Csillagközi invázió, kurva jó, látta valaki? Tök jó, mert az ember az elsőt, a másik a hulladék szar, az első zseniális, mert kurva vicces. Az emberi társadalom, amivel azonosulni tudsz, az nácik. Még egyébként, erről nem beszéltél a Vidával, hogy a német egyenruhának az elemeit használja a Verhoeven, a rendező. Tehát rendes náci. És velük szemben rovarok vannak, tudjátok? A féreg, ez metafora. A metafora. És a metaforát animálja. A metafora animációja azt jelenti a nyelvészetben, hogy konkretizáljuk a metaforát ilyen naturális képként. Tehát azt mondom, hogy dugó van a városban, akkor egy kurva nagy parafadugó van, mindig tudom, de ez az iskola példa, kurva nagy parafadugó áll a város főterén. Ez a metafora animációja. Amikor konkretizáljuk az átvitt jelentést, egyébként a skizofréniában ez gyakori. Na, és itt a féreg
a rovar, aki nem ember, de külsőleg se bazd meg, mint a Kafkának az elbeszélésébe, érted? Csomó mérges féreg rohan a és csak a nácikkal tudsz azonosulni, mert azok ez, ami, emberek, bazd meg. Ez, ami azok emberek. Itt a metafora... És szépek, amúgy szépek. Mint a náci. Hát hiszen árják. Szép nők, szép férfiak. Ez a metafora itt megvalósul. A megvalósuló metafora az tulajdonképpen egy olyan élmény, amit mi kapunk a művésztől, hogy milyen lenne a valóság, hogyha a náciknak igazuk lenne. Jaja. Ilyen. Ez a metafora. Így születik meg a metafora. Na most, és a zsidók na most patkányok, férgek. Tudod, miről szól az csillagközi invázió? Arról szól, hogy mi lenne a valóság, ha a lázálmod igaz lenne. Ha a lázálomból gyártsunk tényleges valóságot, akkor tényleg a rovarok ellen kéne harcolni. Kibaszott, na ez a lázálom, és nem hiszem egyébként, hogy a Bayer Zsolt lázálmot él. Amikor kígyóválúzik, ott érzem a cinizmust, ott érzem nincs harctéri a megromlottságot. Ott nincs harctéri láz. De azok, akiknek gyártja ezt a szellemi terméket, azoknak a harctéri láz munícióját, szellemi munícióját gyártja le. A drogot árulja. Igen. Akkor igazából az ilyen szellemi terméknek az gyártóját te dílernek gondolod. Így van. Díler. Így van. Így van. Így van. Jó metafora. És ez a harctéri láz, ez okozza az igazi problémát. A harctéri láz az, amiből nem tudsz hátralépni. Nem tudsz magasabb nézőpontot nyitni, mert valami nem enged. Mi nem enged? Az érzelmi kötődés. Az apám, akit üldöztek, az anyám, akit üldöztek, a nagyapám, akinek elvették a földjét, stb. Ez az, ami nem enged téged, és ez az, ami bent tart a harctéri lázban. Na most én szeretnék azért visszatérni arra, amiről korábban beszéltünk. Hogy mi a különbség a nyugat meg a kelet, a Moszkva meg a Brüsszel, illetve a forradalom és az ellenforradalom között. A forradalom és az ellenforradalom között az a mondásunk, hogy nincs jó választás. Mindkét választás mindkettőt okozza. A forradalom ellenforradalmat okoz, az ellenforradalom forradalmat hegeli alapon. Ahogy az inga átleng. A tézis-antitézis képez. És hol a szintézis? A következő tézis, ahova visszaleng, az már a szintézis. És megint az antitézisbe leng, és aztán megint a szintézisbe. Tudod? Tulajdonképpen akkor... A lényeg, hogy a szintézisből tézis lesz. Az Orbán rezsim, az a Horthy rendszer és a Kádár rendszernek a szintézise. Igen. Aha. Igen. Igen. És hogy miért, mi az oka annak, hogy mi ezt a csomagot föl akarjuk bontani? Hogy azt mondjuk, hogy a forradalom és az ellenforradalom között nincsen jó választás, a kelet és a nyugat között, meg minden választás jó, és a nem választás, az elmulasztott választás a rossz. Tehát tudod, a kelet, amikor keletnek vallja magát, nem hibázik, nem kéne nyugatnak lennie. Ő a kelet, az a léthelye. A nyugatnak meg nem kéne keletnek lennie, hanem az a léthelye. És tudod, itt már csak az aktuális identitást lehet meghamisítani, kvázi Szent Istvánt koppányán hamisítani. Világos. De ugyanez nem vonatkozik a forradalomra és az ellenforradalomra. Ott nincsen jó választás. Tehát ott mert az ott egy hegeli dilemma. Érted? Ez pedig nem hegeli dilemma, hanem ez egy identitás krízis. Aha. Érted? És hogy ezt meg kell különböztetni. Miért akarjuk fölbontani ezt az árukapcsolást? Miért? Mert nincs középút a kelet és a nyugat között. A forradalom és az ellenforradalom között pedig csak középút van. És Kelet-Közép-Európa az nem középút. Az nem középút, a Kelet-Közép-Európa az egy sajátos sors, amin belül van Nyugat-Európa is, meg Kelet-Európa is. És az meg egy identitáshamisítás, amikor mi a Kelet-Közép-Európából, ebből a kafkai
válságból, amit leírt a Hanvas Béla, identitást hamisítunk, identitást gyártunk magunknak. De mégsem tudunk angolok lenni, meg belgák. De nem is kell angoloknak lennünk. De akkor is latinok vagyunk. Nem görögök. Na, értem. Tudod? A nagy, és a nagy egészen belül van egy saját identitásunk, ami viszont elválaszt a nyugattól. Így van. És ami valahogy a lengyeleknek nem teszi lehetővé, hogy a Kreml lábához leszállítsák a maguk illiberális rendszerét. Most a maguk épp úgy illiberális rendszerét. A lengyelek éppen most elkezdtek nyalizni, hogy a Brüsszelbe azt mondják nekik, hogy szarunk rátok bele a szátokba, szarunk rátok jogállam, nem kaptok egy kanyit se, hiába álltatok ki itt az ukránok mellett. Érted? Mert mit mond Brüsszel? Nem számít a Moszkvához való viszony, hanem a jogállamisági kritériumok számítanak. Várjál, nekem eszembe jutott az, hogy nem lehet, hogy elérkeztünk ahhoz a pontig, hogy az Európai Unió részben tényleg a meggyengüléséből adódóan, részben más dolgokból adódóan szeretne megszabadulni tőlünk. Bazd meg, nem csak az van, hogy mi megyünk Moszkva fele, lehet, hogy szeretne tőlünk Nyugat-Európa megszabadulni a picsába. Erre mondom azt, hogy bőven lehet, hogy Orbán Viktor már túljár az eseményhorizonton. Ja, ja, ja. Már kisodródott a Nyugati Szövetségből, csak ez most még nem látszik, de a történészek utólag, amikor megmondják ennek a mérlegét, már ide fogják datálni. Már túl vagyunk. Aha. Na, akartam beszélni itt az alattvalóiságról, mert az már két apun kimaradt. Mi a különbség, Robi, a köpönyek forgatás és az ázsiai mentalitás között? És mondok valamit. Tehát az, hogy egy rezsim egyre inkább diktatórikussá válik, annak az egyik ismérve, hogy egyre többen rohannak segget nyalni. Figyeld meg! Tehát amikor egyre többen rohannak segget nyalni, hogy Orbán Viktor az egy fénylő nap az égen, és ezt olyanok mondják, akik köpködték korábban, az azt jelenti, hogy egyre inkább be vagyunk szarva, és megyünk nagyon gyorsan segget nyalni. Na most, ez hogy mondjam, itt most az utóbbi időben Magyarországon észrevenni a segnyalásnak ezt a... Van egy koreográfiája, észrevettem. Ez azzal kezdődik, hogy csalódtam az ellenzékben. Ezen az első izén még mi is lehetnénk elvileg kezdő Orbán segnyalók, csak mi ugye az ellenzékben sose hittünk, ezért ez ránk nem vonatkozik. Az ellenzék, a baliberális ellenzék nem a mi hazánk. A mi hazánk az a őfelsége kedvenc ellenzéke, az a radikális Fidesz. A balliberális ellenzéknek a NER-ben, a NER-en belül van egy nagyon-nagyon fontos funkciója. Ez a funkció a köpőcsészeség és a lábtörlőség. A NER balliberális, ja és az ijesztegetés. Jön majd a Gyurcsány. Egy nagyon fontos funkció. Az ellenzék azért van, szerintem ez most a feladata, hogy egyrészt vele ijesztegessenek, másrészt lehessen kit szidni. Ez azok számára nagyon fontos, olyan, mint a Jézuska karácsonyi ajándék, vagy a Mikulás. Ez azért nagyon fontos, mert én mondjuk egy képzeletbeli figura, sok ilyen van, csak nem akarok neveket mondani, korábban, mit tudom én, fikáztam az Orbánt, gyűlöltem a Fideszt, nyilvánosan rugdostam a fejét, a faszom tudja, tehát hogy voltam nagy Orbán ellenes, amikor még nem éreztem a veszélyét, hogy itt tényleg bazd meg az Orbán rezsim beágyazódik örökre, és akkor még lehetett őt szidni, és most fülemet, farkamat behúzom, és nagyon-nagyon megbántam ezt a tettemet, mert bazd meg, hát jaj, most mi lesz velem? És most valahogy kell kaprincsolnom a NER-hez. Most úgy kell egy kicsit nyaliznom, kaparnom, tepernem.
És ennek az első fázis, hogy elkezdem szidni az ellenzéket. És az ellenzék ezért van. Hát ezek hülyék, bénák, szarok, faszok, pöcsök, nevetséges, sorosisták, hazaárulók, brüsszelisták, undorító. Ezért van tartva a balliberális ellenzék. Először őket kell szidni, és aztán Orbán dicsérni. Hát tulajdonképpen nem is olyan rossz ez. Hű, de tehetséges. Na jó, egy kicsit itt tüző, így úgy. És a vége, a harmadik fázis. Hát, bazd meg, Orbánnak a seggébe vagyok, mint egy dugó, bazd meg. Az egész. Érted? Van ez a koreográfia. Na ez a köpönyekforgató. Érzi, hogy a NER nem leváltató. A NER tényleg nem leváltató. Nem leváltató. Ez már így marad. Ha valami katasztrófa nem történik, vagy kívülről nem megdöccentik, vagy nem lesz általános összeomlás, most ezt hagyjuk. Én nem drukkolok ennek, mert az rám nézve is nagyon-nagyon rossz lenne, és ennyire meg vagyok önző. Tehát, hogy ez most így marad, bazd meg, ehhez kell idomulnunk, mint a Kádár korszakba Kádárhoz. És elkezdünk seggetni. Ez a köpönyekforgató. Figyelj, és most jön az érdekesebb. És ki az, aki nem köpönyekforgató, de az ázsiai ember? És nekem eszembe jutott Koncz Gábor, a színész. Koncz Gábor mezőkeresztesi ember, az én apám mezőkövesdi, ez ott van egymás mellett. Én kurva jól, ráadásul mezőkeresztesen laknak a mostani páromnak a rokonai. Tehát, hogy mondjam, családilag nagyon jól ismerem, vagy valamelyest jól ismerem azt a vidéket, azt a gondolkodást. Az igazából Magyarország tatárföldje. Ezt most nem gúnyosan, meg nem ironikusan mondom, az Ázsia Magyarországon belül. És én ismerem azoknak az embereknek a gondolkodásmódját. És családilag. Ott soha nem volt ideológia. Régen egyszer mondtam, hogy hát bazd meg, még 89-ben is ki volt írva Mezőkövesden, hogy a örök barátság, vagy itt a nagy Szovjetunió, mindenki kommunista volt és párttag, most mindenki fideszes, vagy mi hazánkos. Az a család, akivel még tartottuk a rokoni kapcsolatot, ott pártagok voltak, pártgyűlésre jártak, most a fiú papnak tanul, és a katolikus pap oda jár hozzájuk, és mindenki keresztény és nemzeti. És soha nem voltak kommunisták, soha nem voltak fasiszták, soha nem voltak keresztény nemzetiek. Ez a Magyarországnak ez a világa, vagy ez a szegmense, ez ideológiamentes. Ez tulajdonképpen olyan, hogy most ő a kán, most én ennek a kánnak vagyok az alattvalója. A különböző rezsimek ideológiamentesen a kánok. Egyébként ilyenek a kínaiak is. Mao az egy dinasztia, értitek? Az egy császár. Nincs ideológia. És csomót gondolkodtam el. Na, és a Koncz Gábor azért jutott eszembe, mert őt is sokan így köpönyekfordítózzák. Én ismerek igazi köpönyekfordítókat. A Koncz Gábor, a színész, nem azért, mert szeretem, mert egyébként egy tök jó, mit tudom én, Gyula Vitéz télen-nyáron, meg Oszi, meg a Dezső, meg mit tudom én, ezen nevelkedtem, nem ezért. Tehát nem személyes elfogódottságból és rokon szemből mondom, nem köpönyekforgató. Ő ugye onnan veszik, hogy a MSZP mellett még kampányolt. És most azt mondja, hogy ő mindig is keresztény magyar volt. És erre azt mondják, hogy hát bazd meg, köpönyekforgató. Nem! Neki soha nem volt valószínűleg ideológiája, hanem ahol az uralkodó volt, és Magyarország, és ment a szekér. És mondok egy kurva jó példát, hogy miért nem köpönyekforgató. A 2000-es évek elején adott egy interjút.
Még a Filipov barátunkkal hármasba beszéltünk, és a Filipov tök kiakadt rajta, és te meg megvédted a Koncz Gábort, hogy, mert a Koncz Gábor szép szavakkal emlékezett a Kádárról, meg a Kádár rendszerről. És akkor még a Puzsér mondta a barátunknak, egy politológus, hogy hát azért most, aki így nyíltan kádárista, az nem olyan. Ő neki a Kádár jó volt, mert akkor az volt a Kán, és jó filmeket csináltak, és megkapta a lehetőséget, és azt a szülőhazáját fejlesztették. Aztán azt gondolta, hogy az MSZP tovább viszi ezt az örökséget. És aztán a Fidesz vitte tovább ezt az örökséget. Tehát ez, érted a különbséget? A Fási Ádám, azt inkább tartom köpönyekforgatónak, tudod? Ez egy városi ember, de ezt a vidéki embert, ami a Koncz Gábor, ez nem köpönyekforgatás, ez Magyarország, ez a Hunnia. Erről beszéltünk. És vár, most jön a lényeg. Most jön a lényeg. A középkori emlékeket nézünk, a magyarokról, meg az ilyen keleti népekről mindig előjön az, hogy semmiben nem hisznek. Van egy középkori szöveg, az Abramelin, az egy mágikus könyv, és akkor itt egy átutazó kabalista zsidó rabbi írja, hogy hát ennek a földnek, Magyarország, Magyar Királyságnak lakói nemhogy Istent, még ördögöt sem hisznek. Erre mondhatnánk, hogy jó van, bazd meg, ezt a rohadt zsidó írja itt a őző, stb. Stb. De bazd meg, Julianus barát, amikor megtalálja a keleti magyarokat a mai Baskírföld területén, nagyjából, Magna Hungáriába, azt írja, hogy még bálványokat se imádnak semmit. És hogyha az ember megnézi az ázsiai népeknek a kultúráját, volt valami vallásosság, meg hiedelemvilág, meg valami sámánizmus, meg a tengriisten kultusza, meg itt vannak nyomai. De az az igazság, hogy az ázsiai népek nagy része az soha nem keresett abban a típusú szellemben gyökereket, mint a nyugati ember. Praktikus volt. A túlélés és a gyakorlat volt a lényeg. És szerintem ennek a, és most volt ez a nagy felismerésem, szerintem ennek a leszármazottja az, hogy a politikai ideológiákba se hittek soha. Soha. A keleti ember ideológiáktól, vallásoktól érintetlen. Most ő a Kán, most ezt kell mondani, érted? És csak a praktikum határozza meg. Fejlődik-e a ország meg a vidék, vagy nem fejlődik? Érted? Gyakorlati praktikum. Ebben, amit most elmondtam, semmi irónia nincs. Teljesen neutrálisan és halálkomolyan mondtam. Itt egy új fogalmat kell bevezetnünk. Ez a taktikai identitás. Ez bizarr. Tudod, olyan mintha a jelzett szó meg a jelző ledobnák egymást. Pedig itt ez uralkodik. A taktikai identitás. Ez közel áll a dupla gondolhoz. Egyébként, amiről az Orwell beszélt. A taktikai identitás az arról szól, hogy milyen identitás ami itt most nekünk kifizetődik. Aha. Ez azt jelenti, visszautalva Imrédi Bélára. Imrédi Bélát Teleki buktatta meg. Teleki kutatta ki a zsidó származását. Konkrétan. Teleki a zsidó törvények miatt buktatta meg Imrédi Bélát. Még az öngyilkosság nem előtt? Nem úgy a zsidó törvények miatt, hogy ő a zsidók miatt, hogy a zsidókat sajnálta, vagy ilyesmi. Nem, hanem a német politika kiszolgálása miatt. Az Imrédi kiszolgálta a német politikát. A Teleki, meg azt mondta, meg a Bethlen egyébként, ők azt mondták, hogy az angol diplomácia az fogja az országot megmenteni ebből a vesztes háborúból. Kálai később. Igen, később Kálai, igen. Aki egyébként hintapolitikus volt, mint Bethlen Gábor, tudod, utáltad de volna őt. Igen, szóval hogy a lényeg, hogy a Teleki meg a Bethlen közösen buktatták meg Imrédi Bélát. Miért buktatták meg Imrédi Bélát? A zsidó törvények miatt. De nem antiszemitizmusból. Mire hivatkozott? Nem antiszemitizmusból. De várj. De mire hivatkozva
buktatták meg Imrédi Bélát. A zsidó származására hivatkozva. Igen. Miközben sem Telekit nem mondhatod annyira vérbő antiszemitának, nem, érted? De ők nem is voltak antiszemiták. Sőt, ők másfajta módon voltak antiszemiták, mint ahogyan a nyilasok. Vagy mint ahogyan Hitlerék, vagy ez mint ahogyan németek, vagy gömbös. Az felülnézeti antiszemitizmus. Van a felülnézeti, meg van az oldalnézeti antiszemitizmus. Alulnézetinek nevezik. Igen. A felülnézeti antiszemitizmus azt jelenti... Nem, a felülnézeti. A felülnézeti antiszemitizmus az azt jelenti, hogy a zsidó az egy lesajnált, egy nyomorult, egy párvenű, nem társasági ember. Így van. Ez jelentette a zsidó. És ilyen értelemben a Churchill is antiszemita volt. Abszolút. Ez a régi típusú antiszemitizmus. Ez egy másfajta antiszemitizmus. A náci, meg egyáltalán a náci antiszemitizmus az alulnézeti. Szemtől szemben a zsidóval. Robi, esküszöm, hogy én azt olvastam, hogy alulnézeti. És tudod miért? Mert a zsidó az uralkodó. Nem, aki irányítja a világot, alulnézetből nézzük. Nem, fogadjunk egy sört. Oldalnézeti. Jó. Szemtől szemben áll a zsidóval. Nem. Szemtől szemben kihívja a zsidót. A zsidó, ő nem alulról föltör, és a zsidó világuralmat megdönti. Ő szemben áll a zsidóval, kihívja a zsidót életre, halálra. De lehet, hogy szemtől ilyen van, szemben. De a hitleri az alulnézeti hitleri volt. A szem... A... Nem, alulnézeti. Na mindegy. Mondja el, azt jó van. Jó, menjen a szekér, na. A lényeg, hogy nem arra hivatkozva döntötte meg az Imrédi Bélát, hogy az Imrédi Béla zsidó törvényt hozott, hanem arra hivatkozva, hogy zsidó. Ebben tetten érhető a taktikai identitás. Aha. Az identitásom az, hogy ellenzem a zsidó törvényt, mert én nem a német típusú, hanem az angol típusú társadalomfejlődésben hiszek. Igen. De ezzel itt és most nem tudom megbuktatni azt, akivel a valós bajom nem az, hogy zsidó, hanem az, hogy antiszemita, és az antiszemitizmusa sem a bajom, hanem a nagyobb konstrukció, amiből az antiszemitizmusa következik, ez a német barátság, fasizmus, ez a probléma. De ez egy cinizmus volt, ahogy az Imrédit megdöntötték. De zsidóztál, haver? Hát te vagy a zsidó, mész a picsába. Mondták azok, akik nem szerették a német. Értitek? Igen. Tehát a német ellenesek mondták, hogy zsidó ez vagy olyan, szevasz. Ez olyan, mint tudod, de akárhogy is, nem lehetett kihívni. Túl erős volt a harmadik birodalomnak a befolyása ahhoz, hogy ki lehessen hívni. Na, elvisíkon. Mégse vagyunk a sorsunk teljes uralma. Hát, bazd meg. Most beismerted, hogy tévedtél. Várjál, de nyilvánvaló, hogy a körülmények kényszerítenek hát, minket erre. Na, látod. A másikat látod. Csak emigrációban lehet. De aha. Lehet. Emigrációban. Vagy belső, mint a Hanvas Béla, vagy külső, mint a Kossuth Lajos. Én a valamilyen emigrációban lehet. Igen, hatalmon emesz lehet igen, a taktikai igen. Identitást, és azt mondani, hogy nekem valójában a származásoddal van a bajom, mert ha ideológiai síkon nem tudlak kihívni, akkor kihívlak gyakorlati síkon. De a saját kereteden belül, tehát ez olyan, mintha most tényleg komolyan vennénk az antikommunizmust, és megbuktatnánk egy halom fideszest a volt MSZNP és kiszes kötődései miatt. Igen. Ez ilyen. Igen. Ja. Igen. Na, a lényeg, de hogy... ez az ázsiai szolgasághoz, meg a köpenyek forgatás, és a nem köpenyek forgató ilyen... Nem, hát a taktikai identitás a kulcsa ennek. Ja, értem. A taktikai identitás a lényeg ennek. A taktikai identitás az, ami által megkülönböztetést tudunk tenni a köpönyek forgató, meg az alávetett a szolganép között. Jó, ne használjunk ilyen erős szavakat. Nincsen szolganép. Nép se szolganép. Ne. Egy nép se szolganép eredendően, de egy nép sincs, amelyik ne lehetne szolganéppé tehető bármilyen
körülmények között. Tudod, ha tudunk olyan körülményeket teremteni, történelmi körülményeket, emberi sorsok millióit, akkor bármilyen népszolga népé tehető, egyetlen népnek sem elrendelt, hogy azzá váljon, de bizonyos körülmények között bármelyikből válhat. Értem. Egyébként zárójelben megjegyzem, én azért vagyok finnugor, noha tudom, hogy igazából a nyelvrokonságon kívül semmi rokonság nincs velük, mert őskoros régész voltam, mert én a finnekkel, meg az észtekkel inkább szorosabb közösséget érzek. A belső-ázsiai népeknek volt valaha forradalmuk és szabadságharcuk bárki ellen. Egyetlen egyről tudok, volt egy kurva nagy baskír felkelés a 18. században az oroszok ellen. Azon kívül én bazd meg másról nem tudok. Nem tudok. Mindig az adott kánt szolgálták. Ott ez nem is volt adottság. Ja. Ott nem, volt nem is volt lehetőség. Így van, ez Európa már. Igen. Bár igen. Mondom, a baskírok fölkeltek az oroszok ellen, de aztán ennyi. Beszéljünk egy kicsit a... Hát még ezt azért folytathattuk volna. És most kérlek, már mindjárt vége az kérlek, apunak. Kérlek, folytassad. De miről akartál beszélni? Mert hát, ha egy negyed órába belefér, mert a blokkoló óránk már... Én a holokauszt túlélési stratégiákról akartam beszélni, meg a diktatúrákban a túlélés is, túlélésnek a négy különböző stratégiájáról. Elkezdhetjük, de azt tuti, hogy ez már nem egy negyed órás téma, mert ez egy kurva nagy téma. Érted? Kivéve, hogyha a blokkoló órát leszarjuk. Én nem. Nem, olyan világ nem lesz. Eddig fizettek, szóval, én szocialista vagyok, sajnálom, már ilyen kádárista. Tehát na, ez az a koncepció, el is lopom a... Az a koncepció, amit az utóbbi évtizedek folyamán önmagamban megérleltem, hogy négy, azaz négy holokauszt túlélési stratégia létezik. Nem létezik ötödik, hanem csak négy van. És ez alig, ha csak a holokauszt túlélési stratégiára vonatkozik, hanem valószínűleg mindenféle diktatúrában ezek nagyjából ezek a túlélésnek az útjai. Ez a négy. És mi? Ez a négy az együttműködő, a menekülő, a bujdosó, meg az ellenálló. Én a bujdosó vagyok. Ez, bár nem vagyok zsidó. Ez a négy. Jó. De itt tudod, Közép-Európában ez egy túl vakmerű kijelentés. Egy, vagy abszolút. Zsidó. Képzeljétek el, én ilyen jobber közegből jöttem, és a karma bazd meg, amikor a tradicionalistákkal ilyen magánháborúba kezdtem a 90-es évek végén, ez odáig fajult, hogy engem lezsidóztak. És akkor így mondtam is, hogy hát az meg jó, hát lehetek én zsidó a kedvetekért, csak az anyám meg ne tudja. Érted? Tehát ez az izé. De hogy bazd meg, jövök egy ilyen izé, csendőrtiszt, meg én magam is voltam sajnos antiszemita ilyen fiatal koromban, de én csak könyvekből, mert a családból annyira nem, és izé, és akkor engem is lezsidóznak, érted? Lezsidóztak! Engem! Bazd meg! Felháborító! Értem. Az emberben baszki, ha ezt egy árja hallja, akkor a vérében baszki. Az árjaságért elős kér, felhorgad baszki. A felháborodás, és akkor a méltatlan megaláztatás. Várjál. Figyelj, és akkor az egyik faszfe írja, hogy a Farkas Attila a Pöcegödörhely tartója, aput értették ez alatt, ez még pár évvel ezelőtt volt, azt mondja, büszkeség. Abszolút. Nekem ez kitüntetés volt, és azt mondja, hogy így kikéri magának, hogy őt lezsidózzák. És akkor tudod, mit mondott a csávó? Vagy írt az adott cikkíró? A zsidó ma már nem elsősorban, sőt főleg nem is faji kérdés, hanem egy szellemiség. Ma már az egész nyugat zsidó, na ez a kedvenc témád, és ilyen értelme Farkas Attila. És ma már a szlávok zsidó. Az árják. Tudod, a szlávok az árják. Ja, világos, kurva jó. És akkor azt mondta, hogy hát így szellemileg én zsidó vagyok.
Baszhatom most, én a vérem tisztaságát. Szeretném leszögezni, hogy mi nem azért magyarázzuk itt ezt, mert valamiért azt képzeljük még mindig, hogy mi valamilyen formában, bármilyen formában, akár a jelenben, akár a jövőben meg tudjuk váltani a magyar társadalmat azzal, amit elmondunk, hanem pusztán azért mondjuk el, mert úgy gondoljuk, hogy attól, hogy érthető, elviselhetőbb. Ezért. Ez alatt mit értesz? Az azt jelenti, hogy pusztán attól, hogy értjük, ami történik velünk, abból nem for ki a megoldása semmikor az időben annak, mert pontosan tudjuk, hol élünk, ismerjük ennek a régiónak a törvényszerűségeit, pontosan tudjuk, hogyha százszor vagy százezerszer elmondjuk, abból sem lesz száz vagy százezer év múlva sem semmi más, hanem csak azért mondjuk el, mert pusztán attól, hogy érthető a nyomorúságunk forrása, elviselhetőbb. Ezzel viszont lehet, hogy ennek a rezsimnek vagy a bérence. Vágod? De attól nem leszek a bérence, hogy őszintén nem hiszek abban. Csak arról van szó, hogy nem hiszek abban, hogy amikor ez a rendszer meg fog bukni, abban annak, amit én most elmondok, bármiféle szerepe lesz, és már abban sem hiszek, hogy azután, abban a rendszerben, ami majd azután, az átmeneti időszak után újra föl fog állni, ahogy mindig fölállt eddig, abban annak, amit azután elmondok, vagy azután meghallgatnak, amit elmondtam, vagy amit akár te elmondtál, bármiféle szerepe lesz. Semmiféle szerepe, semmiféle hatása nincs annak, amit elmondunk, amit te meghallgatsz. Csak azért mondjuk el, mert őszintén hiszünk abban, hogy pusztán attól, hogy érthető, hogy a gyökereinél fogva, a forrásánál fogva érthető, hogy hogyan lett abból ez, elviselhetőbbé válik. Elviselhetőbb, mert már érted. Mert az értelemnek a fogaskerekei bele tudnak akaszkodni. És ezáltal elviselhetőbb. Értjük, tovább tudjuk adni az értését ennek legfeljebb. És amikor majd a következő alámerülés jön, lesz vonatkoztatási pontunk, lesz értelmezési lehetőségünk hozzá. Pusztán ezáltal nem gondoljuk, hogy hatással van az értelmezésünk, de azt gondoljuk, hogy az értelmezés önmagában hatástalanul is jó, és hasznos, és helyes. Ez volt az Apu azért iszik, mert te sírsz.